Jó reggel, Vietnám! Sziasztok, gyerekek! Üdv a csatornán! Tényleg üdv mindenkinek! Konkrétan nem tudom pontosan, hogy mennyit játszottam gameplayen kívül, mert igazából nem is emlékszem. Szerintem a 47. vagy a 40, nem, a 48. nap reggelé hagytuk abba az előző videót. Azóta konkrétan folyamatosan építkeztem és upgrade-eltem és ástam. Úgyhogy a tököm ki van vele, nem szeretnék többet építkezni mostanában, mert ez nagyon húzós volt. Hát többen írtátok egyébként, hogy nyugodtan csináljam gameplaybe, de igazából gameplayen kívül volt, de szerintem jobban jártatok. Én annyit csináltam, raktam be magamnak zenét, és folyamatosan ásás, favágás, meg a többiek. De megmutatom, hogy igazából mi sikerült. Ja, és néztem egy videót, hogy lehet lerakni ezt a garázs ajtót, hogy működjön viszintesen is, úgyhogy most már működik. Na, ugye ez megvolt ez a lyuk, meg igazából megcsináltunk egy darab ilyen utat lefele, de inkább megmutatom motorral. Nagyon jó lett egyébként, szerintem, rohadt jó. Maga az ötlet egy az, hogy figyeljetek, miért ugrat? Easy rider, öcsém! Rohadt jó, imádom. És igen, csináltam neki még ilyen kis oldalát, és oda nézzetek. Meg ugye nem túl sok blokkból, ugye ez meg volt már alapban, ki kellett egészítenem. Csak ja, és az oszlopokat ugye nem emeltem magasabbra, hanem konkrétan így volt. Mert nem szélesítettem, jobban mondva. Konkrétan így hagytam, szerintem tök jó lett. De mutatom, hogy még mit csináltam. Ugye még egy dolgot megcsináltam gameplayen kívül, az is rettenetesen hosszadalmas volt. Őrületes, nagyon kemény volt. Tényleg kemény munka volt. Az nem más, mint a lépcsőt kicseréltem, ugye meg ezeket a blokkokat. Tehát ezeket el kellett bontanom, és akkor újra kellett csinálnom. És ahhoz, hogy átlátszó legyen, én úgy próbáltam megoldani, hogy így rá lehet látni. Igazából a legalább sokra annyira nem látsz rá, viszont a következő sorokra már igen. Meg még gyorsan meg akarom mutatni, hogy mi az, ami működött, nem működött, mert közben még itt upgrade-eltem ezt a lépcsőt, meg itt csináltam mindent is, addig itt történtek dolgok, betámadott minket egy sikítós, de annak hála rájöttem, hogy mi a probléma ezzel a ruddal. Ez a rudd, hogyha olyat raksz, ami a blokknak a szélén van, azon nem kelnek át, hanem csak olyan, ami a blokknak a közepén, és ugye itt a blokk közepe, és így kelnek át. Ha így rakod, tudod, volt, hát most nincs nálam fa blokk, de ja, itt meg fel-upgrade-ettem véletlen acéllal azt is. Úgyhogy egy őrület. Ja, meg itt ezt ki kellett vernem, mert konkrétan meg kellett csinálnom, nem tudtam rájönni, hogy mi van, és most ez nem beton, és ez is nagy probléma, meg egy csomó minden. Kéne beton. Ahogy jött a sikító zombi, és spawnoltam mobokat, és futottak föl, meglehetősen sokat beleütögetnek a lépcsőbe, és szerintem ez eddig azért nem volt annyira veszélyesen probléma, mivel nem nagyot damage-eltek, de ezek a radik, ezek nagyon nagyot ütnek, és konkrétan míg a sikítós jött, addig így össze-vissza ütögettek mindent, így ahogy mászkáltak, és majdnem vége lett az egész base-nek. Szóval, már nem vége lett az egész base-nek, hanem így vége lenne az egész base-nek, hogyha például a lépcsőt ugye leütnék. Szóval arra kellene figyelni, hogy valamit kéne csinálni, hogy erősebb legyen, a frekventált helyeket megerősítjük. A frekventált helyek azok meg nem mások, mint a lépcső, és ugye a zombi váró, vagy horda váró 49. nap. Ma lesz, ugye? Ma van a horda nap? Vagy a 42. 42. Ma van a horda nap, nem? Elvileg ma nap kell lennie. Jó, ma van a horda nap. Jó, el kell gondolkoznom. Várjatok! Kellene csinálni dolgokat, kéne kő nekem, és kéne, ja, igen, rájöttem, hogy jó lenne a motort megcsinálni, ugye el is készítettük két alkatrészét, de egyelőre szerintem fontosabb lenne, hogyha megcsinálnám a mixert, ugye, a cement mixerünket, gyerekek, ja, egy közben itt már rendet raktam meg minden, mert tényleg annyit csináltam, raktam be egy zenét, és folyamatos ásás, építkezés, upgrade-elés, építkezés, upgrade-elés, ez ment megállás nélkül. Hát komolyan mondom, szinte már azt mondom, hogy nem kívánom senkinek. Amennyit én itt küzdöttem ezzel. Olyan szervetlen craftból kellene nekünk. Ugye akkor a motor, amit vettünk előző részbe, az még ugye nem gameplayen kívül történt. Mert nem emlékszem, komolyan annyit játszottam itt gameplayen kívül, hogy néha így, bár nem tudom, hogy mi történt, mert jöttek közben zombik is, azokat is írtanom kellett. Közben megjavítottam mindenem, viszont a kettő darab javítókészletem van, majd azt is kellene csinálni.
De akkor kellene csinálni egy cement mixert. Úgy, ide készítettem lóvét, mondom, vásárolni is fogunk. És akkor azt kellene csinálni, gyerekek, hogy várjál, a követ be kéne raknom sülni. Meg még ráadásul meg kéne nézni, hogy a konkrét mixhez mi kell, small stone, kell small stone is hozzá, tovább ezt akkor nem kellene az összeset cseszti, gyerekek, hanem mondjuk nem tudom mennyit, mondjuk még egy párat így olvasszunk be, aztán adjunk akkor small stone-t is. Jó, meg akkor kell ugye crushed sand. Azt hiszem, hogy crushed sand, a crushed van crushed sand, még azt is kell csinálni, hogy kell csinálni crushed sand-et vele. Mert még nem csináltunk. Az mi? Az várjál, nem csak sima sand? Crushed sand, oké, okay, az jó, oké, okay, akkor az megvan. Akkor még olvasszunk. És akkor még csinálunk ilyet. Várjál. Kő. Van ilyenünk. Jó. Van ilyenünk. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Jó, rá kellene függeni arra, hogy ezt a részt, ugye, ezt is ugye amiatt ilyen szarrács, most már nincsen egyszerűen betonunk, úgyhogy kellene csináljuk. És ezt mindent így ki kellene betonozni, azokat a részeket, amik ilyen nagyon frekventáltak. Tehát ami miatt elbukhatjuk a bázist. Ez a lényeg. Ja, egész végig basszus, nem tudtuk, hogy miért a falakat ütik. Hát azért, mert olyan blokkon konkrétan nem tudnak átjönni, amelyik nem olyan, amelyik olyan. Ugye megpróbálom megmutatni, hol van a fa. Ja, meg mindjárt mutatom, gyerekek, mindjárt mutatom, mert én csináltam dolgokat. Raktam egy olyat, hogy szétválogattam a 762-es ámót, és már nem is nincs is szétválogatva, mert itt is van ilyen. 762-es ámó, sörétes ámó, és a 9 mm-es egyéb. Ezek is itt szét vannak válogatva, amik tök jó dolgok. Na viszont gyorsan megmutatom azt, mert én itt kísérleteztem, és az elvileg, amiket használtam, az... Ja, próbáltam ilyen blokkból, próbáltam, várjál. Ugye ilyet raktunk, ilyet, ami sarkon van, és a sarkon lévő az nem jó. Akármilyen vastagot, sarkon lévő nem jönnek át, csak olyan, amelyik így van, tudod, így a, így a szélén a blokknak, azon jönnek át, úgyhogy ez volt a problém. Figyeljetek, eladó cuccokat lehet, hogy le kéne vinnünk, akkor már nem. Vigyük le az eladó cuccokat, meg még ráadásul annyit is, hogy a vépönökből vigyük le az eladó cuccokat. Például nekem biztos, hogy nem fog kelleni ez, ezt meghagyjuk, ez se kell. Kettő darab hatos olyan se kell, ez se kell, ez se kell, ez se kell, ebből is meghagyjuk a hatosat, jó? És akkor ez így oké, okay, ugye? És akkor ezeket eladjuk a rákba. Jó, meg ugye ott van az a pénz. Oké, okay, jó van, oké, okay, menjünk a vérbe. Figyelj, lehet, hogy motorral... Egyébként imádom még ráadásul ugrat is egy. Ja, majd hogyha szerzünk motort, akkor mindenképp azt csináljuk, hogy... Vá, imádom ezt a rampát, ez valami jó lett. Egy kicsit félek attól, most máshogy építettem meg, látjátok ezt a lépcsős részt. Ez most úgy készült el, hogy oda-vissza. Tehát nincsen középen oszlop, hanem oda-vissza, így pont fért el rendesen, tudod. Úgyhogy ez így lett. Ja, jószor idő van, basszus. Majdnem azt mondtam, hogy bassza meg, de nem beszélünk csúnyán. Ja, egyébként ezt a kotlát is már fölkészítettem, hogy megyünk küldetéshezni esetleg. Lehet, hogy el is mehetnénk, csak annyi, hogy a betonozást jó lenne megcsinálni. Kéne üzletelni, biztos, hogy fogok üzletelni, úgyhogy... Bassza, nincsen izem. Nincsen olyan csokim. Amelyik üzletelős? Várjál. Jó, nincsen üzletelős, csacsi. Akkor cseszhetem. Jó, mindegy. Viszont a jövő lapszemcsit, azt fölveszem egyébként, abból a lapszemcsiből egy jobb minőségűt kraftolhatnék. Na nézzük, először is el kéne adni az összes cuccot, ami nem kell innen fogva. Ezek tök jó árba vennek, úgyhogy ez jó lesz, gyerekek, hogyha ezeket eladom. Brutál pénzeket nyerünk már 40 ezer. Ja, a kalapácsot írtátok, hogy azért nem vesz meg bizonyos dologból, csak megfelelő mennyiséget vesz meg, utána nem fog többet venni, úgyhogy erre jobb fölkészülök, úgyhogy semmi gond. Jó. Mondjunk, görgessük le. Nézzük meg, hogy nekünk mi az, ami kellene. Egyébként a könyveket is nagyon szívesen megvenném, de egyelőre nem akarom.
Nem akarok arra költeni. Ez mi ez? Ez lehet, hogy ezt megveszem, mert ez kell. Ez az, hogy naponta többet tud kollektálni, és meg kéne nézni, hogy egyébként ezt tudom-e craftolni frankon. Mert akkor igazából ilyet jó lenne belerakni. Különben azon is gondolkoztam, hogy visszabehetnénk a régi helyünkre körülnézni egy icipicit. Hogy esetleg... Van itt egyébként egy csomó üzemanyag. Üzemanyag azt mondom, hogy kell, mert most már mindenhez kelleni fog üzemanyag nekem. Potató meg... Gyerekek, semmi értelmes nincs nála. Ezt lehet, hogy megveszem. Csak azért, mert rohadt olcsó. Ugye megcsinálod körülbelül azt se. Meg ezt is megveszem, ezt leszkrepeljük. Van forja bazze. Itt van egy motorbicikli kaszni. De ugye most már megvan az is, meg is megvan a íze is. Lézer jelölő mód, de lol. Duct tape-et is megveszem, mert az is mindig kell, és akkor mindig szopunk vele, tudod. Candle, vagy pedig torch, hogyha van nála, azt lehet, hogy meg fogjuk venni. Ilyet azt, hogy már raktam, vettem, ugye? Mondjátok, hogy vettem. Ez mi a pöcs? Ugye a lámpa? És ezt lerakod, ez világít? Ez lehet, hogy ezt megveszed be azért, ez ugye vicces. Most tök jól megköltetek igazából egy csomó mindenre. Generátor bank. Ez jó lenne, mert akkor tudnám használni a sörétesemet. Generátor bank. Ez konkrétan akkor egy generátor, ugye? Hát ez veszek egy generátort, és akkor a sörétöseket tudom használni. Van belőle, vagy 6 darab gyerekek. Jó, igazából ennyi. Szerintem ennyit akartuk megvenni. Aztán már nyerőbe vagyunk. És még mindig szerintem több pénzünk van, mint amennyivel lejöttünk, szóval tök jó. Oké, már egy küldetés föl is vernék. Hát, hogyha van valami a közelbe. Ó, hát, jó van. Egy infested clear, esetleg lehet, hogy meg fogom csinálni. Várjál, ez nem volt nála. Mi a neve? Konkrét mix, ezt is megveszem. Meg, amit még akartam, hogy plastik. Nincs plastikja. Jó, nem baj, oké. Okay. Szuper, jó, nincs is semmi gond, gyerekek. Minden szuperül működik. Menjünk biciklivel, vagy motorral. Mi volt az? Csak egy sima kutya. Ja, ez nagyon örülök ennek a rampának, mert akkor legalább nem az van, hogy mindig föl kell majd hurcolnom az utcaimat, hanem ha akarok, akkor motorra föl tudok menni. De ugye mégis védve van a bázis, az szerintem rohadtul jó. Pár ízét kihagytam upgrade-elésbe, itt látom 2 darab ilyen blokkos cuccot. Jó. Oké, gyerekek, hát ez nagyon király, hogy ez így működik. Na, viszont akkor most már megvan a betonkeverő, és akkor neki kéne állni betonkeverni, lol, igen. Föl kéne húzni ugye a cuccainkat, várjatok. Van itt egy kis vasunk is, meg akkor kellene csinálnunk még nekünk cümöntöt. Minél többet. És akkor nézzük a kőnél, kell ez nekünk. Meg kellene, akkor. Ez az. Ó, hát ilyen sok. Ó, de jó, nagyon örülünk neki, oda nézés, van még 260. Nagyszerű. Na, ezt akartam megnézni, hogy ezt a tarp, ezt nem tudom craftolni. Nem, ezt nem tudom craftolni, dikaz. Azt nem tudom craftolni, na, és viszont ezt a generátor bankot lehet, hogy le kéne csórni valahova, és hogy valamilyen védelmi funkciót így elláthatna akkor. Ezt berakom ide, ezeket meg kinyerem. Nekem ez a tarp tetszik legjobban, mert ugye én mindig elfelejtem ezeket kinyerni, és akkor így legalább lesz még egy slotnyi. Ó, itt a vizecske, már előtt tizéltem én, itt már ezelőtt. Tehát neki a keeper, és az víz leginkább nekem majd, tudjátok, hogy mihez kell, igen, ahhoz. Várjál, állj meg! Ennek meg rájöttem, hogy nem fogok kipakolni mindig az inventoriából, hanem az ilyen alapvető dolgok azok legyenek benne. Ezt is kipróbáljuk, hogy ez milyen. Kíváncsi vagyok.
És lehet elvileg valamit, csak színeket. De egyébként ez nagyon vicces, hallod? Ez nekem tetszik. Nem tudom, hova rakjam, valahova úgy raknám. Még akkor rakjuk ide, nem? Hú, hát ez nagyon jó! Hát ez így világít, ez kurva jó. És tudod vinni magaddal, és odébb tudod rakni. Ez nagyon jó! Mekkora hangulatja van! Nagyon jó. Oké, akkor viszont... Forog a betonkeverő, nem is tudtam, hogy az animálva van. Animál, az animál. Mit akartam? Túlokat? Kellene nekem egy ilyen csoda. Aztán már upgrade-elünk is ezenre. Valószínű, hogy a lépcsőt is, meg valószínű, hogy... Ja, cobblestone is kell, mert itt szerintem vertek szét. Csak arra vigyázzunk, hogy acél ne legyen nálunk, hogy nehogy véletlen azt elcseszem, hogy... Ezelőtt is, amikor nem voltatok itt, akkor is azt elcsesztem. Ja, de viszont megcsinálhatnám ezt is addig, meg akkor nézzük a vapor-öknél a shotgun cuccot. És az a gond, ugye, hogy éjszaka, ha milyen jó fénye van annak a lámpának, sokkal nagyobb ide a fákjáknak, úgyhogy ilyent kell venni majd. Ja, lehet, hogy kellene akkor blokk is, és akkor a négy sarkába, vagy valahova valami olyan kellene, valami kis plató, amire el tudnám helyezni én ezeket. Még egy ilyen kör, nem? Vagy egy lap. Hát ez a kör, ez például tök menően néz neki. És akkor erre raknám, megnézzük, hogy áll rajt. Ja, nem tudom rárakni, mert blokk, aha. Még ennyire ide is rakhatnám a sarokba, vagy pedig kiverem itt ezt a üzenet. Én csak nem tudom, meddig lő el ez. Várjatok, mi itt leszünk, ugye? Úgyhogy valószínű, hogy fölénk akarnak majd jönni. Hát tudjátok, mit csinálunk? Csinálunk egy olyat, hogy... Kiforgatunk hármat arra. Beforgatunk hármat erre. És akkor fölülről védve leszünk. És akkor rakok egy generátort. Ezeknek. Csak ugye, akkor ez hogy van? Ez föl kéne... Vagy nem akarom fölvenni. Föl kellene izélni. Tankolni. Jaj, bazd meg, ebbe kell motor. A szemetek álljon meg, ebbe kell motor. Hát a keeper azt hitte, hogy itt most minden szuper lesz, erre meg semmi. Jó, az értelmes formámat. Ez a motorral vagyunk meglőve leginkább, meg most kerekekkel, mert ugye tudnék egy nagyobb bizonyt is csinálni. Motorbiciklit is. Figyeljetek, emelhetnénk egyébként. Jó, akkor ezeket rakom be vissza, meg rendet rakunk, mert ez nem jött össze ez a mutatvány. Nem tudom, hogy a madarak valószínűleg nem fognak betörni azért, de... Azért nem a legbarátibb ez így. Hát ezt akkor elcsesztünk. És az íze, szelvetlen craftba. Ezt belecsórjuk, meg akkor belecsórjuk ezt is, ezt meg leszkrepelem. És akkor ez majd menni fog a izébe. Várjál, a kőbe. Most már egy kicsit így barátibb az elrendezés, nem? A kőbe menjen ez. És akkor a szelves craftba meg menjen még a rongy. És akkor van. És a vasba menjen még ez. Oké, gyerekek, semmi gond, meg az eladó cuccokba. Egyébként Zsolt Sövő írta, hogy ne szabadkozzak azért, mert pakolgatok meg ilyesmi, mert hát ez is az a játékhoz tartozik. Mert egyébként folyamatos szabadkozásban vagyok, hogy jaj, ne haragudjatok ezért, jaj, ne haragudjatok azért, hogy itten pakolgatok, meg építkezek például. Szervetlen craft, a szervetlen craftba berakom ezt. Oké. Okay. Ja, egyébként írtátok, hogy miért nem upgrade-elem fel a ládákat, és akkor úgy elférne minden egy ládába. De az oké, hogy elférne minden egy ládába, de én nekem borzalmasan zavaró lenne, hogyha nem tudnám, hogy hova, miért nyúlok, érted? Most oké, hogy benne lenne az összes kaja alapanyag, meg pia alapanyag, meg készpia, meg készkaja, de nekem ez sokkal jobban fekszik, hogyha külön vannak, nem? Ezt nem, gyerekek, nem? Mert valaki írta, hogy hát tök hülyeség, beleférne egybe. Az oké, hogy beleférne. De... Oké, ezt például full nyílnek körbe kéne upgrade-elni betonra. Ezeket is.
Úgy. Belülről is majd. Úgyhogy ezt mindenképpen, hogy ez ilyen íze legyen, ilyen jó erős. Itt ezt is. Az első részét. És ez legyen full beton. Meg a lépcső rész, meg mit tudom én, ezek legyenek a betonok. Hogy ezek bírják legjobban majd. Én egy kicsit félek az egésztől, megmondom őszintén, mert van egy olyan érzésem, hogy ez nem lesz annyira egyszerű. Na várjál. Jó, itt még készül 1000 darab, de jó lassan egyébként. Ja, kő ennyi van már csak. És akkor el is fogytunk. Jó, még csinálunk 8 feltet. Oké, semmi gond, szuperek vagyunk. Csak nem nagyon érdemes lemenni mondjuk 216-tal. Úgyhogy ez mindegy, leugorjunk, lemegyünk, azt megnézzük, vagy pedig nem tudom, hogy mit csináljunk. Csőposta. Egyébként ide még rakhatnék egy bálát, és akkor teljesen jól működne az egész. Igen. Leginkább az a lényeg, hogy ugye ezek tudjanak följutni. Tehát, felmegyünk a tetejére, kezdjük onnan. Hogyha nem tudnak följutni, akkor lesz baj, mert akkor ugye elkezdik szétverni a bázist, mert konkrétan nem tudnak följutni, valahogy megpróbálnak oda jutni, tehát ütnek szét mindent. Tehát, hogyha a lépcső bármilyen formában megsebesül, leszakad, akkor nagy baj van. Egyébként ez tök jó lehet kivilágítanom. Ja, a torcsot meg kell volna néznem. Tehát, ja, ez ne semmisüljön meg ez a bázis, az a lényeg. Frekventált helyek. Az is frekventált hely. Az is. Jó, és akkor ez így jó, nem? Ez így egyszer jó, és akkor most meg a lépcsőkre fogunk rámenni, jó? Ez így szerintem tök jó. Ott azt, ezt a kettőt még. És akkor igazából csak beton üthetnek. Ott nem is annyira lehet volna fontos, de azért jó van. Meg ezt előbb-utóbb acélban is fel kellene nyomni. Ez a lényeg, hogy a járófelület az nehogy megsemmisüljön. Mert ha megsemmisül, vége. És azért nem is biztos, hogy nagyon nagy ötlet lesz lőni. Mert ha lövöm, akkor én is saját magam semmisítem meg a blokkokat. Hát az meg egy kicsit lehet, hogy fájdalmas lesz. Vágod, csautány. Érted? Úgyhogy nem biztos, hogy az nagy ötlet. El kellene mennünk egy küldetésre, nem? Valahogy élném. Ugye ez meg ugye ezzel lőri is lehet, 10 darab szögbe van tározva neki. Mert az a gond, hogy itt ez rohadt lassan készül, aztán itt igazából tökörés van addig. És amúgy meg tök jók vagyunk. Várjál, kirakjuk a követ. Gyerekek, ennek a lámpának, annak tök jó fénye van. Jó, ezeket így kirakjuk, aztán akkor visszajövünk, akkor fogjuk ezt befejezni. Jó, megcsináljuk a küldetést. Ja, annak a lámpának rohadt jó fénye van. Na, testvérem az urba, megyünk a kultúrba. Figyeljetek az ugratást! Waaaaaa! Easy Rider a csém! Annyira imádom, nagyon jó. Ez tök jó volt megcsinálni. Ezt figyeljetek, és milyen bösz, mert jól néz ki. Azt a hülye gyerek, mi? Egyébként nem is olyan sok agyag kellett hozzá. De hát azért sok, mert körülbelül 2 órán keresztül bágyál. Hát amennyi kiesett, annyi idő. Hát ja, egy ilyen masszív 2 óra. De akkor abban nem volt pofázás, abban nem volt gondolkozás, hanem csináltam, amit kellett. Tehát az egyáltalán nem úgy kész csináltam, mint ahogy gameplaybe, mert tényleg ilyen nagyon masszívan pörögve. Zene ment, ordított, feljagató, zombik meg mindig jöttek. Úgyhogy lehet, hogy van olyan kacat, valamit azt hiszem, hogy kaptam is. Pár könyvet. Ja, meg izé, meg szintet léptünk egyet. Most már jó lassabb egy 4 darab szintlépés volt. Úgyhogy azt meg majd mindjárt elosztjuk. Na várjál, kifőr menjünk. A kocsi van az küldetésre. Ja, nem kocsi. Így azért ezt eltaláltam. Ja, hát ez nem kocsi, ez motor, de egyébként úgy megcsinálom azt a rohadt motort, nem tudom, motort onnan az anyámból szerezzek, mármint motor. Figyeld, ez milyen pici ház? De, ez egy tírhat. Akkor ez alatt bunker lesz, öcsém, vagy valami?
Nehogy már ez egy tier 6 legyen. Itt valami nem stíbből, gyerekek. Na. Oké. Okay. Fel vagyunk készülve minden, ugye? Egy kaját lehet, hogy becsettint a keeper. Van egy lootos csokim. Más nagyon nem is kell, ugye? Na. A bánatos picsa van itt, gyerekek. Hát pedig ez egy tier 6. Na, jó. Gyerekek, ez mi lesz ez, bazd? Ez valami nagyon durva, érdekes dolog lesz szerintem. Hogy ez T6-os hely. És viszonylag pici. Oda nézzetek, már 95, majdnem 100-as a izé, az a... Oda nem tudom micsoda. Júj, az XV, a lut. Várják, majd csinálunk egy olyat, majd hogy érdekel. Meghaltak a némbörök. Neighbor woman. Az a pár fasza. Na, figyeljetek, egy skillpont elosztási lesz, és gyorsan a jövő Lucky Looter-t kellene följebb húzni, ahhoz meg nekünk kellene ötösön lennie ennek, ugye, és az már meg is lesz bír. És akkor ugye már Lucky Looter konkrétan utolsó szintűre tudom majd húzni a következőkbe. Az jó. Úgyhogy mi jó, hogyha úgy történnek. Jó dolgot érzünk. Mit érzel? Jót érzel? Na. Merre kell menni? A lámpa után. Attól vagyok boldog, ha valaki utál. Ne énekelj, keeper. Szenved a nép. Gyertek elő, babácskák. Big Mama. Még majdnem a izét is leütöttem. Mi a hogy hívják? Ezt a rohadt drón. Úgy rám ijesztett. Hát, ez alatt kell lenni az egy... valami bunkernek, tuti. Mert ez túl kicsi egy izének. Jaj, barátom, Sanyi! Ez túl kicsi T6-nak, úgyhogy gyanús dolgok vannak itt. Egy ilyen virágot elvigyünk? Elviszek egy ilyen virágot, jó lesz otthon. Csidi legyen a házikó, egy virágunk lesz, meg ilyen izzéket. Gyűjtünk, ne vicceljél. Ez hogy lehet T6? Ez tényleg T6? Ez nekem nagyon-nagyon gyengusnak látszik, így elsőre. Ez ám a izé, kacanova lakás, legény lakás, benne vannak a sudák a szekrénybe. Itt ez nagyon menő a helyzet. Az tévé? Igen, valami van. Te mi történik? Valaki nyugtalankodnak, de várja, merre kell nekem menni, mert itt nem erre. Mi ez a hang? Milyen hang ez? Hú, ez nagyon para hang. Ilyen nagyon fura zihálás hangot hallottam. Valamit kinyitottunk. Tegyük be, nézzük meg a széfet. Jó, egy kicsit összeszedetlen vagyok, bocsi-focsi. Bocsi-focsi, ja. Hülye keeper vagy. Na. Hello. Nem nyomok el lockpicket, mert minek? Kiverem ezt, mint azt, amit gondoltok. Bum 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 bum. Ötös sniper rifle. Egyébként ezt a sniper rifle-t is kipróbálnám. Ó, ott egy lik. Nem jövök rá, erre kell venni még. De ezek szerint akkor még lejjebb. Mert volt egy izai lejárat. Szóval megjöttünk.
Ó, szintlépés, na. Ezt a Lucky Looter-t, ezt nagyon nyomjuk. Kíváncsi vagyok, mennyi a loot stage-ük. Mindig ezt nézegeti a Keeper. 2.97, izé nélkül gyerekek. Süti nélkül. 300 kaja nélkül, az azért nem rossz. Ez kár, hogy nem lehet hazavinni, ezt elvinném. Viszont növényeket, azokat viszek. Ne, milyen szép virág volt, ha? Mondtam én, hogy itt bunker lesz, hogy sem. Hallod? Mi ez a hely? Ne! Úristen! Hát mi ez a hely? Ne! Ez valami titkos kísérleti laboratórium. Ott van a főlute. Az anyád úristenre megettem. Úristen. Ez nagyon feelinges. Ez rohadt feelinges. Figyeld már. Ott vannak benne izék. Mutánsok. De jó, meg van csinálva. Hallod, ez egy ház alatt, töcsém. Mozgó lépcső minden. Ó, az nagyon királyhely. Nem vagyok híve annak, hogy beköltözzenek az emberek ilyen helyre, amint ezt használják. Hogy is hívjáknak? Mi volt ez, bazzer? Kivitte még a falat is. Ez még élt. Oh. Ja, bevettem a izét, három csontot. Gratulálok magamnak. Na, végre valami izgalom. Tök jó ez a hely. Ezt tudjátok, mire emlékeztet? Megmondom, mire emlékeztet. A Resident Evil-be, mikor a Raccoon City alatt, tudjátok, volt az a izé, volt az a kísérleti, hát ilyen labor, amiben ugye a T-vírust kifejlesztették konkrétan, ahonnan elszabadult. Nem olyan, hogy egy normális családi ház alatt van egy ilyen titkos rész. Ez annyira olyan bazzá. Ez igen. Ez hogy kerültek ezek ide, most nem azért. Ez nagyon olyan. ...96-os már ez a fegyveres... Milyen van? ...dolog. Hát ha... Virág! Az a baj, van egy zombi, amit elhagytuk szerintem. Ez nagyon jó az a hely, ez tök kellemes. Mármint úgy kellemes, hogy így... Érdekes. Drón, maradják én! Szóljál, ha jön valaki. Jön valaki. Viszont eddig még nagyon nem erőltették meg magukat a zombik. Azért ezek, összerakni ezeket a sok... Hoppa! Sok objektumot, ugye ezeket az épületeket, hogy ilyen változatos is legyen, meg működőképes is legyen minden.
Szerintem azért nem egy olyan kicsi feladat, nem, srácok? De várjál, most én ide, oké, hogy végig kijöttem, meg végigjöttem. De mi értelme volt? Mert nem látok olyat, hogy tovább lehetne menni. Se ott, se ott, se ott, se ott, se ott, se ott. Na végre, ez ide jött. Se itt ugye nem lehet, ott vannak könyvek. Ez az íjászat képességem is már tök fullos. Na, hát ide szerintem csak így be kellett jönni, mert volt itt egy ilyen titkos rész, és ugye lehet tovább menni, viszont másfele, ha jól emlékszem, vagy jó, ha jól láttam, mert itt ugye elágazik elég rendesen. Ott a szekrény mögött van, vannak a cuccok. Úgy. Az ilyen 400-at sebzek, hallod? Power attack-kal a blokkra. Meg is boladultak el. De egyszerűen nem tudom honnan jönnek, mert itt annyira kacsfasz az az egész. Aha, itt vannak bele. Pont egyébként 15 ezer sajtó, jóval felejtsd el. De merre kell tovább menni, bazze? Tudni, hogy itt van valami gomb, amit meg kell nyomni, hogy kinyíljon, nem? Nem hiszem el, bazze. Nem mondod, ezt feladja a leckét nekem, így gyerekek. Hát tudom, elhozom az augert, more. Erre se lehet tovább menni, sem erre nem lehet tovább menni. Mi történik itt? Mondjuk jó, hogyha bontják. Inkább segítek neki. Ugyanilyen az én izém is. Az a... Amit lerakta ugye a garázshoz. De Isten! Többet észre, mint erővel. Ez most... Nem nagyon működik nálam ez a dolog. Na jó, nyugalom van, bébik. Legalább átfúrtam magam, komolyan mondom, már nagyon... Nagyon frusztráló volt. Na, de baj, amiket nem ismerek helyek, azok fölödják az égre a leckét, na. Na, gyertek rám! Jaj, nem, megint mi? Ja, itt ki tudok menni. Szemetes! Mi ez a hang? Látom őket, egyébként csak hülyeskedek. Ja, egyébként azt hiszem Demon Hill írta. Ja, tank, közben meg rájöttem, hogy te írtad azt a dolgot, csak más néven voltál. Demon Hill meg írta, hogy ne területit sebez a... Nézem. Mondt ezeket felveszem, nem sok minden lootunk van még egyelőre. És megint zárva! Minden zárva! Most én vagyok ilyen béna, vagy mi? Ja, mi itt se lehet tovább menni. De most mi a pöcsöm történik, hogy ide lehet, hogy nem is kell volna bejönni, ja? Ugye? Hanem akkor valami másfele, valami milyen úton? Ez csak egy ilyen... opcionális út volt. De akkor mégiscsak ott kell fölmenni.
Hú, baze, mondt 10 óra van. És akkor mindenképpen erre tudunk tovább menni, ugye? Erre tudunk, csak-csak erre, csak-csak erre, csak erre, csak-csak-csak-csak. Oké, okay, és akkor itt végig kéne nézni, mert valami nem stimmelt. A liftbe csak nem lehet menni, az nem működik. Jó. Ott nem lehetett menni, ott biztos, hogy nem lehetett menni. Erre. Várjál, itt szembe. Nincs kifúrva fal sehol. Nincs kifúrva fal sehol, sehol egy létra. Meg tudti, hogy itt lesz valami Csinobli. Csinobli, te lesz! Incoming enemies. Nyugodj meg. Csak nem ide. Basszatok meg. Így. Ez. Ja, így lehetett volna bejutni ide. Ready for duty. Nem kellett volna izzelni. De most meg akkor erre kell venni, meg örülök. Ez az ajtó, ez hogy nyílik ki? Milyen, betörjük? Pont az lenne a lényeg, hogy ne azt csináld. Eszebb az. Megoldott a keeper. Paraszt módjára. Hú, mi volt ez? Ezek a katonák nagyon sumák a köcsém. Nem hörögtek. Megjött a haver. Nesze baze. Oké. Kösz, hogy szóltál, Rigó. Jó. Néha próbálnak meglepni a képőt. Biztos, hogy erre. D1, D4, hát itt még lesznek események. Kutatók! Figyelj, jönnek egy csomóan. Mennyi némből, oda nézzé. Egy hadseregnyi penna. Pecsed van, vagy pennád? Akkor is vertük őket, ezt megnyomjuk. Itt van a főlút, Dick. Ide is értünk, ne szórakozzál vele. És tényleg ide értük a főlúthoz egy volt. Azért nem volt ez egy olyan hatalmasan rengetően nehéz. Már lehet, hogy oda kimegyek, akkor ott a 600 izé lesz, harakiri. Már ez be van tárazva? Jó, nem sok loot van nálunk. Mondjuk ilyen trash lootokat, minek viszek komolyan? Na! Itt tudja, hogy egy millióan fognak rámugrani. Meg is történt. Csúnya volt, csúnya világ, nem is beszélt a keeper, be volt fosva. Hű, more. Ezeket nem lootolom ki, ezeket a táskákat. Várjál már? A méz az nálam ma jó van. Ezeket a tatyókat nem lootolja ki a keeper, mindjárt itt körülnézzük, hogy
Mégis, miket kell vagy lootoldod? Meg, ja, meg vannak még úgy látom páran. Ugye gyorsak ezek a nyanyák. Trükkösen! Úgy van. Az is meg volt, jó? Mi van itt még, bazza? Na, azt sem tudom, hol vagyok. De addig nem akarok lootolni, vagy nem akarom megenni a csokit. Igen, ezt akartam, hogy biztos vannak még mindenhol is. Inkább írtsuk ki őket. Meg hát, ha lesz még valami értelmesebb loot. Loot box. Bazza, mennyien vannak több, mint a sár. Jó, figyeljetek, hogyha nincsen más, akkor visszük ezeket is. Gyorsan átnézzük itt a dolgokat. Nincs semmi, nincs semmi. Ott még fölül van valami. Ha, ezt majd akkor lutoljuk, hogyha mindent is lutolunk. Incoming enemies, prepare for conflict. Ha, ez kinti enemy szerintem. Ja, ezekből jöttek ki a... Mi ez a zöld fény? De jó néz ki. Na, kéne lootolnunk, nem? Rengeteg van egyébként. Fú, rengeteg box meg minden. Gyors, akkor azt csináljuk, hogy ezt már megnyomtam? Na, azt csináljuk, hogy mindent is kilootolunk, gyors a kajával. Megnézzük, mennyi loot stage-et dob ránk. 328, hát azt gondolom az nem rossz. Majd akkor egy izé is kellene. Egy jailbreaker. Aztán sorba szépen mindenem végigmegyünk. Oké. Okay. Na ez jó lesz, ez érdekes lesz. Remélem, hogy lesz valami olyan, amelyik eddig még nem volt, olyan cucc. Ja, még nincs kipucolva a terület egyébként. Küldetés még nincs meg. Eddig még nulla, eddig még koki. Semmi gond. Ez koki. Ebben lehetne valami kerék, mert ugye ebben lehet, azt hiszem, meg motor. Ebben a gaszosba. A lila ládában tök jó szokott lenni. Hát imádkozzuk, hogy az lesz. Na várjál. Hol van a izem? Na figyelj haver, valamit cipeljé, olyat, ami nem lehet többet egy slotra. Most jön az airdrop, gyerekek. Ez is mehetne. Ez mi az a bizony szar? Hát ez meg ez sem értelve izé fúcolász, na megeszem a rákba. Három darab. Jó, most egyelőre csináljuk azt, hogy majd utána szelektálunk, hogyha esetleg nem fogunk elférni. Hát megnézzük ezt, ebben mindig jó szokott lenni. Ej, more! Hatos, hatos. Ez különben egy jó cucc, csak ugye pont én nekem ezt fel sem használtam, mert nem használok ilyet. Egy ötös izé, ilyen. Jó, itt egy kicsit szelektálok, mert tényleg hülyeségek vannak, ám ilyen 31 kőveg ilyeneket, azok nyilván nem fogom vinni. Viszont ezek jó dolgok. Ez a dolog, jó dolog. Ez valami reklámba volt, és állandóan benne a fejembe. Ilyen gaszos dolog kellene, lehet, hogy egy benzinkútra kellene benéznem. Valami hörög nagyon durván. Na! Hát gyerekek, azt mondja, hogy akkor egy volt, bazze. Azért nem annyira kényeztetett el minket a játék.
Jó, persze, nyilván jó cuccokat kapja az ember. És egyébként ez durva, hogy ugye van ez a kajás láda, ez majdnem mindig van. És ebben ilyen 10 darab ilyen fullos kaja van, szóval nagyon nem kell izé azon aggódnod, hogy hogy csinálsz kaját magadnak, meg nem is kell csinálnod emiatt. Mindjárt ezeket még visszalútolom, csak nézzük át. Addig, amíg még megy a lútos kajám, ugye. Meg a drónba. Drónba. Olyanokat, ami esetleg már van neki. Ez meg Scrappy. Ezek a virágcserepek, azok nagyobb köllenek, mi? Jó, a gyerekek, figyeld! Szerintem jól vagyunk, ezt tudom, ezért ez jobban kell. Oké. Okay. Meg szerintem... Igen, azt a kettőt ki is rakja, úgyhogy még ezt is fel tudom venni. Oké, okay. Menjünk a francba, ezért kellene egyébként. Azt kéne csinálni, hogy meg kell keresni még a maradék hülyét, mert elvileg van. Ahogy ki tudunk jutni valami egyszerű módon, vagy valamit csinálni. Ja, kéne még valami hülyét. Ez víz. Ez ilyen radioaktív víz. Ez fasza. Valahol van még valaki, úgyhogy ezt meg ki kell nyírni nagyon gyorsan, mert nem akarok itt tökölibbá, mert mindjárt jön a horda. Horda-borda! Bazz, hogy nem tudom merre menjek, vagy mit csináljak ma itt. Na, megjöttük, jó van. Félek, hogy oda csapok erdek is néha. Elvileg erre még nem voltunk, nem? Vagy voltunk? Voltunk. Hát arra sem vette meg, most merre kell még menni, gyerekek? Itt. Aha. Jaj, de megjöttem, arról volt tényleg, eloptam az egeret. LOL! Jaj. Szó szerint eloptam az egeret, halál komolyan, gyerekek. És akkor ezek hogy jöttek volna rám? Most köszönöm. Ki kell clearálni, érted? Szia, hülyeségeket itt csinálhatok. Ezek még ének? Úgy. Húter! Csináljuk ki őket. Motoros banditák! Master, we are not alone. Itt az airdrop egyébként nem messze, az is tök jó lenne. Ezt most miért nem tudom megbuzerálni, azt a könyvkupacot. Figyelj, ezt nem engedi lootolni. Igen, valaki extraulása van, olyan hangja van, mint a nyomna, mint az őrült. Tolófájások meggyűjtek. Na, kutya van, vagy mi van? Ha hallod, azt sem tudom, merre megyek majd. A VD40 nem kell valakinek? Basszátok meg, hova este? Na, most érted? Tiszti is meg a területet, rohadt jó. Csak azt fogalmat sincs, hol maradt el egy bűnös zombi. Melyik része? Akkor hogy az anyámba tisztítsad meg, nem? Érted? Ott fönn, mintha lenne valami, te. Ott fönn jártunk mi? Ja, jártunk, hát ott jöttünk be, ugye az volt a legelső szekció. Szexció! Szexciót! Itt nincsen lót, túró se itt. Ó! Oh. Itt van valami titkos övezet megint. Acsém, ezt bazza az egészet kiizérni, kimókolni. Hát... megbolondulsz.
Ó, te testó. Helyeztegessé. Figyeld meg, ez kiárat lesz, és ez... Ne, nem lesz itt van senki se. És hogyan clear-eljem a területet, ha egyszer... Gyerekek, ötös egy bizgenc is tudsz. Jó, ez meg mehet. Oh yeah, tudom. Oh, tudom, hogy ne, oh yeah. Ugye ezek nem számítanak bele, hanem valamelyik helyiségbe nem lettek megölve. Például ebbe se. De ezek az előtt miért nem jöttek ki? Hát gyerekek, izé van. Szóval itt van mászkáltam én. Voltunk fönt a full a padlás térbe, vagy nem tudom hol van az. Gyerekek, hol maradt el valami zombi, megbolondulok? Ott egy hülye. És azért gratulálok, nem? Lehet, hogy kint az udvaron? Jó, itt voltunk, itt a kertben nagyon nem futkoráztam, talán. Kutya! Kutya hang van. Nem vagyok happy. Nem vagyok happy, hogy ezzel töltöm itt az idővet. Most akkor most mi a pecs van? Hát itt a pincében voltunk, ugye nyilván. Itten szabadult el a pokol el. Mosókonyha, ja itt van a... Konyha, oké. Okay. Szóval nem jövök rá, hogy hol a bánatban nem voltunk gyerekek. De ez se tartozott ide, ez is csak így bejött itt ezen a rohadt ajtót, de figyelj, rendőr autóval jött gyerekek, hoppá. OP csávó volt, na várj, itt voltunk be már. Valahol elmaradt egy pudva zombi valahol, lehet, hogy a földszinten, lehet, hogy az emeleten, lehet, hogy az egyik WC-be, lehet, hogy az Isten tudja hol, de valahol elmaradt egy zombi, és ez nagyon jó. És én nem mutatnám, hogy merre mennyi hülye gyerek, vagy valami. Ugye itt van a izé, várja, itt ezt a szintet máshol megnéztem? Meg ugye, igazából nincs is más ezen a szinten. Amit tudnék még fölmenni. Hát akkor vizsgálhatom át ezt a pudvát megint. És ez bárva? Ezelőtt ez... Nem volt zárva. Itt pedig itt voltunk is, tudod. Jó, nem tudom. Nézzük meg a bal oldalt először. Jó, ott biztos, hogy voltunk. Itt is tuti voltunk. Itt a konyha rész. Itt 100%, hogy voltunk. Itt igazából nem is tudsz más fele már menni. Ugye... Mondjuk itt valami... Na végre, megjött. Ja, itt nem voltunk bele. Az... Ez különben egy nagyon kellemetlen dolog, hogy... Így van megoldva. Az őr embereke. Itt voltak ebben a szép BC-ben, ha. És még? És még mindig nincs meg az összes, még mindig írja, hogy clear. Itt mi történhetett? Valaki ekkorát kulázott, hogy ezek kirobbant a fal. Már nem bízok semmibe.
Ide nézzük. Hát a rossz sem nevette meg ezeket. Fatona bácsi. Rendőr bácsik. Oké. Okay. Csak már mondja azt a játék, hogy már végeztünk. Lakóövezetek, ez tipikus izé, tipikus Raccoon City. Szerintem ez az akart lenni. Mondjuk azt, hogy itt el van. Minden is rejtve. Tipikus, tipikus, tipikál. Tipikus, tipikus, tipikál. Na jó van. És akkor most megint. Itt oké, hogy voltunk, de még mindig nincsen kész. És érdekes, hogy a zárt ajtók mellett hédereznek, figyeld. És akkor ezt hogy kellene megcsinálni, bazzer? Jézus Úristen, és én még azt mondtam, hogy nem nagy az a, nem nagy az a hely. Végre, megtörtént az esemény, gyerekek. Most fogadta el, most pucoltuk ki. Ez nagyon brutál volt, most arra ugyatok, de ezt hol kell kivenni ebből a kukott lábú. A virág az nagyon kell. Ú, te fiú, hát ez nagyon beteg volt, hogy ennyi helyre, meg mennyi helyre, meg mit, az én ebben úgy be vagyok keveredve erre a helyre, itt a lépcső. Jaj, alig vártam végezzek, borzalom, borzalom volt ez a hely. De legalább most már úgy nagyjából tudjuk, hogy a legközelebb kapunk ilyen questet, akkor már egyen jobb lesz. Na, menjünk itt a garázsba, itt jutunk ki, ugye? A garázsba, a garázsba, a keeper garázsba. Na, hol van a becekli? A becekli, meg akkor hol van az airdrop? Azt is meg kéne nézni, csak az a, ja, a motorba ki tudok pakolni. El ne felejtsed. Le kell menni, itt a becekli. Kipakolunk a motorba. Oh yeah, figyelj, ez a 95-ös lőszer hegyek. Ez a legbrutálisabb egyébként. No. Bocs, hölgyem, nem érek rá. Jó, 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 jó. Na, elmegyünk az airdroppér is. Arra van az airdrop. Jó, elmegyünk érte. Figyelj, mi az a nagy lukat? Ott van benne egy markoló, de jó volt. Parking garázs. Hello, kutyabutya. Bocsánat, de... Meg vagyok indulva, mint a tavasz virágok. Jaj, belarapott a hátsó gumiba. LOL. Hát egyébként itt játszol Wastelandon, szerintem utána hogy bárhol, mindenhol ilyen nagyon easy lenne, nem? Tolni. Mert ez azért... Ez kemény. Most mi dobott meg minket, azt nem tudom. Írd be az, ami megy, ez egy őrület. Egyébként kerékért meg nem tudom, hova tudnék bemenni, egy benzinkútra esetleg, az jó lenne nekem, az mi össze van borulva az épület, vagy milyen? Ja nem, az baze. Az egy hajó, és valami burger, mit tudom én. Az vicces. Ne, háztető. Ne. Ne. Figyelj, nem fogom még csinálni. Ó, van blokkom. Mondjuk azt attól még lehetnek a háztető 200-at. Pedig ez fel van a háztető. Tuti lesztek millióan fönt. Ja, hogy.
De jó, hogy pont ide dobt az airdroppot, öcsém. Na jó van, adjunk az érzésnek, nem? Ez nagyon vicces. Ott is üldögélek, lol. Ott meg van egy csomó drop, hogy izé, loot. Na viszont itt vannak ezek, arcok. Azt hittem meghaltál. Csak az airdroppomért értem, testvéreim. Meg ezért a lootért, ha már egyszer így van. Jóó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 
Én azt hiszem nincsen luther izém, csocsim, de mondjuk ezt szét is verhettem volna, nem egy nagy izéled volna. És izék vannak itten. Gyógyszerek vannak dögive, úgy látom. De hát ezt mindjárt megnézzük. Ezt a dobozt, és egyébként ugye jön a horda. Ötös boot, ami érdekes lehet, az igazából nem nagyon semmi. Ja, hát aztán annyira nem rossz dolgok ezek. Ez viszont... Scrappy. Jó. Más nincsen itt érdekes, ha már egyszer itt vagyunk? Egy bautocska, úgy látom, bautocska. Hova tűnt azok? Ja, leszakadtak. Aha. Oké, ezt majd otthon megnézzük, jó? Az előbb az nem voltak itt, le voltak szakadva. Hello! Remélek rá, bocsánat, vegyek. Motobicikli. Nem üsz föl. Jó, ez nagyon jó. Jó, Ádám. Nagyon jó. Oké, menjünk a rákba, gyerekek. Egyébként tök turva, hogy egy rohadt engine-t nem kapunk. Nem, az nagyon kellene, de nem nagyon akarja adni. Jó, menjünk végig a főutcán. Szerintem lehet, hogy érdemes úgy közlekedni, hogy nem térünk le az utakról. Hát most pont sikerült. De majd mindjárt meg okozok valamit. Ja, itt ezen a városon így áthúzol nagyon gyorsan, az a legjobb taktik. Mert itt azért vannak problémák. Hát ott te fogunk férni, gyerekek. Imore. Majdnem. Szegény drón. Végignézi a szerencsétlenkedésevet. Biztos gondolja, hogy te hülye vagy. Nincs egy jobbra kanyar esetleg valahol? Itt volt, új, nem a... Hát ez meddig marad meg az elk? Vagy mi a franc? Gyerekek, vagy három részszel ezelőtt voltunk itt, megöltük ezt a zombi kutyát, emlékeztek ti arra? Mi mondtátok is, hogy ott, hogy nem is, nem az, hogy mondtátok, hanem hogy nem tudtam elvinni a cuccokat, mert annyi volt. És bazzabb, most meg... még itt van, az hogy lehet? Ezt magyarázza már meg nekem valaki, hogy három napig megmarad az ilyen loot. Mi a szar? Hát ez konkrétan tényleg, vagy legalább 3 nappal ezelőtt volt. Ez nagyon durva, ezt föl se foghatom. Ez hogy sikerült összehozni? Körforgalom, gyerekek, driftelni kell a körforgalomba, nyilván figyelj, tenni neki így okosba. Na hol van? Hol van a izőnk? Mikor látszik már? Itt is egy körforgalom, vagy mi ez? Aha. Körforgalomba így, okosan, figyelj, rödelé. Súgy,
Júj! Minden körforgalomból kivezetésnél van egy rendőrautó. Kicsit ilyen déjà vu érzésem van lassan már. Ezt figyelted? Figyelted, drónocska? Jön utána, mint az őrült, hallod? Ott egy medve, az sima medve? Zombi az e. Zombi az, nem kell törtelnem a lábomat, úgyhogy... Úgyhogy ezt így, így oldotta, így tudtam megoldani. Betörje a francba a lábomat, kezemet, az nem baráti. Ó, gyerekek. Azt hiszem, hogy nagyon nem panaszkodhatunk, nem? Mindent is kaptunk egy ilyen kiruccolás esetén. De nagyon durva egyébként, hogy mennyire ilyen game changer az, hogyha elköltözöl egy ilyen helyre, ami nagyon jó a loot stage-e, mert konkrétan ez így úgy megdobott minket pár rész alatt. M60-as, meg igazából minden is. Ott egy postolát, de tudom, de már nem állunk meg. Itt van a... ott a bázisom. Jó. Jó helyen vagyunk, tök jó helyen vagyunk. Most jó, hogy nem építettem olyan magasra, mert érdekesen oldottam volna meg a motorral való feljutást, mi? Jó, kell volna egy ilyen 5 km hosszú rampa. Vagy rampa. A rampa az más. A rampa... az megint más. A rampa és a rampa az nem ugyanaz. Mert a rampa az az, amikor a ilyen gyáraknál vagy a vonatok mellé, tudod, ilyen rampára oda kell állni, és akkor onnan lehet pakolni. A rampa az meg az, hogyha ilyen rampa, hogy így fölfele visz. Érted? Ne késélek, adjál valamit! Tökedet levágom! Hát ez indokolatlan töklevágás. Na, mi volt itt? Ez nem tudom mi az, komolyan mondom, hogy elviszem ezt. Jó, ma legyen ez, könyvet olvasunk inkább. Egyébként 6-osban csak ezek az infested clear-ek vannak, night only már nincs is, mi? Hát mint hogyha olyan nagy baj lenne ám. Figyeljetek, mindjárt jön a horda. Igen, fel kell upgrade-elni ezt a vackot, figyeljetek, meg annyit csinálunk, hogy megtankoljuk a motort, és hogyha nagyon elszabadul a blokkol, tehát, ha... egy csomó mindenen gondolkoztam, hogy mi legyen a második lehetőség, ha elbukjuk ugye a bázist. És az bázis elbukása, úgy értem, hogy nem tart ki a bázis. Akkor mindenképp el kell hagynom, mert rohadtul nem szeretném azt, hogy leomoljon. Tehát, hogyha esetleg a bázis elbukik, vagy itt mit tudom, itt problémák lesznek, akkor megpróbálunk menekülni. És akkor valahogy, nem tudom, nyílt térbe megküzdünk az ellenfelekkel. Egyébként gondoltam egy olyanra is, hogy lehetne egy olyat, hogy mondjuk lenne még egy lyuk, mondjuk itt, és az meg egy ilyen nagyon emergency exit lenne, cső egész végig levinne mondjuk a föld alá. És a föld alatt lenne egy ilyen, mi az? Egy ilyen pánik szoba. Egy ilyen nagyon brutál, mit tudom, három sor acélból. És akkor oda tényleg tök durván meg lehetne csinálni, hogy a cső levisz, egy ilyen hatalmas csapóajtót így magadra zársz, vagy nem tudom, vagy elmész valamerre, oldalra még, és akkor ott meg lenne egy ilyen brutál pánik szoba, amiben megpróbálsz túlélni. És az a lényeg, hogy ugye a bázist meg elhagyni, mert akkor nem menne tökre a bázis. Szerintem ez egy ilyen tök jó megoldás lönne. Na gyerekek, ami kellene, azt ugye ki kéne pakolni. Mármint így mindent ki kéne pakolni. Ide megy ez. Ezt meg kéne tanulni. Rossz sem tudja mi ez. Gyorsan kipakolok. Modok. Nincs több mod. Ez nem kell ide, ez nem, ez kell ide. Ide meg, ez nem tudom miért van ez beixelve, hogy mi volt itt, de most ne legyen. Ez mehet még ide. Egy gyógyszerbe egy csomó mindent találtunk. Van egy passzai, még egy ízit kaját is találtak, kiépőr. LOL.
Van itt ám aztán minden. Egyébként rengeteg izét is kapunk, gyógyszer. Ez is itt, minek ez ide? Mi volt itt, vagy miért van az, hogy itt ez nekem így most ilyen? Ilyen kevés van itten. Figyelj, ezt a kaja alapanyagba berakom ezeket a növényeket. Nem, volt még növényem, de lehet, hogy volt csak. Itt meg ez ne égjen, hogyha. Egy multivotor majd mindjárt lesz. Pia alapanyag. A vizet azt jó, hogy csináljuk, ez tök jó, hogy gyűjtögetjük. Fölmegyek, azt megnézem a kollektoröket. Meg hogyha lesz elég műanyagom, akkor mindenképpen csinálok még kollektoröket. Meg akkor ezt is megcsináljuk vízre. Waterre, waterre! Akkor már valami itten készüljön is. Oké. Eladó cuccok, ez is mehet oda. Meg legyen a pénz is benne. Megint van 40 valamány ezrünk, úgyhogy ez tök jó. Meg egyébként a izéket is tök jó lenne a kincses térképeket is kirakni. Ugye na, eddig fogunk kivenni mindent. Azokat behagyjuk, és akkor nem lesz az, hogy állandóan újra kell pakolni. Hát az jó, hogyha nála van. Az tök jó. Viszont, hát vapornél meghagyom egyelőre ezt, mert mit tudom én. De, fel tudja gyerekek. Az eladó cuccokhoz mehet a kalapács, balapács. Az armorhoz, mert egyelőre még itt össze-vissza minden összeszórom, jó. A modokhoz még itt van egy ilyen mod. Alkatrész az van bőven. Itt is egy legendary part. Oké, alkatrész kirakva. Egyéb lőszer, odalézi. Ezt eladnám mindent, hallod, ez megint egy izé. Csak az a baj, nem nagyon tudsz már mit venni, mit veszel, érted? Ez a durva az egészben, hogy egy idő után saját magadnak meg kell kilutolnod, vagy bármi, valami jó dolgokat különben egyszerűen. Nem jó semmi, nem tudsz, mit veszel? Jó. Vas. Oké, ezt ki kéne nyitni, de megint ez a dacos szar lesz benne, elgondoltam. És akkor most megint nem fog beférni már semmire. Jaj, gyerekek, brutál, mik vannak itt? Ja, ebben akkor elvileg már nincs semmi. Ez mi? Flashlight. Ugye be lehetne majd kapcsolni a flashlightot, hát ez marha jó. Ez tetszik, hát ez legyen is. Ja, ebben már nincs semmi. A motor viszont még tele van. Brutálisan tele van, igen. Gyerekek, lőszer, bazd, mi a pöcsömet csinálok ennyi lőszerrel. És megint fullon vagyunk, most fel kéne upgrade-elni ezt a szar izét, ezeket. Bazza, mi van itt? Mennyi lőszerem van? Jó, most már fér bele egy kicsit, de hát az is... Ezt mindjárt meg is tellik. Az eladó cuccokhoz megy ez. Ez is valószínű... Úristen! Az a túlokhoz menjen egyelőre. Ugye ez a legjobb akkor, mindenből a legjobb azért legyen meg, a többit meg majd eladjuk, mert igazából ezek nem kellenek, hanem akkor ugye a legjobb dolgok legyenek nekem. Na. Azt meg ezt nem akartam ide berakni. Hanem ezt ki akartam az inventory-ból így. Bele kell húzzuk, gyerekek. Végén meg nem.
Úristen, mi van itten? Mi van itten? Jézus. Na, ezeket is ki kéne bontogatni. Még bontsuk ki ezt. Ez jó, mert ezt elhasználjuk. Bontsuk ki ezt. Ez jó, mert ezt megint csak az lesz, hogy már kész kajának számít. Ezt, ezért nem is kell kaját csinálni konkrétan, hogyha tírhatokat csinálod. Jó, ez megint szar a zsebbe. Ebből megint lett kettő, meg lett megint egy csomó sörétes lőszer. Oké. Okay. Vapen, szervetlen craft. Oké, okay, és az eladó cuccokban meg megvan van egy ilyenünk. Jó! Oké, okay, gyerekek, bazz, ez a kipakolás nekem egy tortúra nagyon. Mi az, ami kellene nekünk? Várj, itt a szerves craftban legyen még ez. Ugye. Jó, egy oké. Okay. Eddig oké, okay. Azt kellene, hogy fel kéne akkor upgrade-elni. Lejárt a mosógépünk. Leugrunk. Ja, egy ilyen pánik szobát valószínűleg fogok még csinálni, azt akkor már tényleg befejeződik itt a dolog. Hogy mit tudom én, másik helyen így leugrasz, és akkor így mit tudom én, ásod magad valahova. Jó, de jól néz ki, világít ez a szar, ezt úgy modoltuk rá. Na, mehetünk fölfele is, most már nem lesz annyira veszélyes. Ugye a frekventált helyeket körlene. Jaj, ne. Kell cobblestone is, mert itten valaki bizony beleütkögeted, vagy nem tudom mi történt. Ja, egy pánikszoba, vagy pedig egy kiút. Egy pánikszoba és onnan egy kiút, hogy bebiztosítsuk magunkat, hogy ne halljunk meg. Valamit ki kéne találni, lehet, hogy azt kellene csinálnom, hogy addig fog menni ez a sorozat, amíg mit tudom, meg nem döglünk. Szerintem az tök izé lenne neki egy ilyen... Lenne valami vége, nem, srácok? Mit szólnátok ahhoz, hogy ez addig menne ez a sorozat, amíg meg nem döglünk? Na, ez úgy jó lenne nekünk? Mit gondoltok? Jaj, remélem, hogy ja, nem, fová nem kell. Tök jó van, amikor betonra upgrade-elsz. Jó sok XP-t ad. De majd utána meg acélra lesz, nyilván. Csak egyébként specifikusan neki kéne állnom a vasat bányászni, azt akkor lenne egy csomó acélom, akkor konkrétan lehetne azt csinálni, hogy szét upgrade-elni mindent acélra. Nem én el. Figyeljetek egy-két fákja vagy valami jó lenne, hogy itt látnám, hogy amikor jönnek fel. Úgyhogy mindjárt megnézzük, hogy torcsot kellene csinálnunk. Jó, hát ez meg is vagyunk szerintem. Egyelőre, az, ja, a másik fele az ott marad, úgy marad. Egyszerű. Oké, okay. Jó, ez így most már egyen jobb. Megnézem, hogy van egyáltalán torcs, volt candle, vagy mi a franc, az a... És világít a szivar a szájából, ott van egy LED. Marha jó. A trader-esnek. Ezek nem tudom, hogy mikor eszetelnek ezek a kaják, meg ezek a cuccok. Már néha érdekesen vannak ezek megoldva. Várjál, nincsen XP, mert akkor XP-t tudnánk farmolni. Bartering, itt van egy ilyen barteres. Jaj, nem hoztam magam ma izét. Lóvét. Jó, mindegy akkor. Húzzunk föl, aztán... Nézzük meg, valami torcsot kéne csinálni. Ja, gyerekek, az kellene... kellene egy B-terv. Hogyha nagyon, nagyon elúsznánk, akkor tudjunk valamire menekülni. És egy ilyen föld alatti... pánik szoba és onnan esetleg egy másik vészkijárat, az tök jó meg lehetne csinálni. Olyan jó, egyébként rohadt gyorsan lehet most már ugye... csinálni a izéket, bányászatot, meg minden marha gyorsan megy. Na.
Várjál ma. Ja, candle. Ahhoz csak fűköl, csak egyébként tök szar. Na, az a baj, hogy pont olyan dolog, hogy a cloth fragment az engem mindig. Mindig, mindenhez kell. Jó, csináljunk egy 10 darabot. Amúgy is az jó, hogyha van fáklyám. Azért nem a legigazibb, mivel jön rá a sikítós, meg minden zombi, mint az állat. De hát ugye fele. Oké, egyébként elmondom nektek, hogy nem tudom miért. De ez nem tudom miért, de FPS dropom van. Komolyan. Látjátok? És itt benn. Itt nem. Ide bejövök baza. Ez mi a pöcsömtől? Itt nem. Ott benn, nem tudom. Felületek? Vagy nem tudom miért van ez. És itt meg már megint nem. Azon a része FPS dropja van. Meg és megint. Lehet, hogy a izének köszönhető. Várjatok, meg akartam tankolni nagyon gyorsan. Mert egyelőre most B-tervünk nincsen, úgyhogy motorral kell majd menekülnünk, nem kéne zombik közé beugradunk. Úgyhogy valószínű, hogy a motorral való menekülés lesz a B-tervünk. Itt meg most lemegyek motorral. Jaj! Igaz, ezt most jól megcsináltam. Hallod, ezt most akkor védjed ki. Nem mondod be az ékkel hülyét minden. És meg ráadásul egy bürös sikító zombi is ott volt. Hát komolyan mondom. Great to see you, master. Ez egy sikító zombinak hallott a valgját, az meg tök jó, hogy fölvent. Ah! Az hol van? I've got a bad feeling about this. Az hiányzik most, komolyan mondom még. Hol az anyádba? Hol van, bazze? Miért üti? Ja, jó. Nem az meg most, hogy leesett. Hát komolyan mondom! Hát megvadulok. Rendet kell lehet tenni. Itt meg ezt ki kell venterebb ezt a botot. Nem hiszem el. Sikít a zombi, bazd meg. Millió érdek mindjárt. Az is leesett szerintem egyébként. Jó, nincsen annyira problém. Próbálom fölmérni a helyzetünket. Ha. Ilyenkor, pont ilyenkor között 2000 zombira kire bejönnie. Jó, level up-oltuk megint. Gyerekek, hallod, mi a fasz van itt? Még hogy... nem hiszem ebbe az meg. Mi a fasz van itt, gyerekek? Nem hiszem el! Nem hiszem el ezt a játékot! Mi történik? Még hogy a zombi nap, nem jön... Horda nap, nem jönnek zombik. Na, ez meg felrobbantotta magát, hallod? Hát majdnem kilőtt minket a hordra. Mennek föl bazza a bázisomba. Ez annyira hiányzott, mint szar a zsebből most ez. Komolyan mondom, megvadulok. Minden bajom lett.
Az el kell használni egy ilyet, hogy hol van herba? Meg már ettem, mi az, hogy még ilyes vagyok? Menjen már följebb, azt. Na várja, hol van az a torcs? Legalább már lecraftolta, mi? Ja, nem tudom, hogy miért van FPS dropom, megmondom őszintén, bocsánat érte. Úgyhogy zavaró. Na így értek el nekem, igen, nekem is. Az is itt van, már megint egy sikítós. Dögölj meg, bazza. Hát komolyan mondom. Na figyeljetek, itt valahogy úgy kéne megoldani ezt, hogy világítás legyen. Hogy lássanak, szerintem egyébként ez a rengeteg fákja akasztja. Tele van fákjával minden, és lehet, hogy az nem tetszik neki. Az a lényeg, hogy mindig ezen a felén legyen fákja. Hogy lássam őket, tudod? Amikor futnak fel, mindjárt jönnek. Jó, elcsesztem. Egyébként, ja, tudom, hogy elcsesztem, leestem, meg minden baj lett. Na, így, és akkor látni őket, hogyha jönnek fel, erre gondolt a képer. Nem tudom, ott fönn miért van FPS dropov, és itt nincs, figyeld. Itt tök jó, de tényleg nagyon jó. És ott abba a izébe, abba a kecóba valamiért droppol az FPS. Azon ez nem a legbarátibb, nem? Mi a tököm, miért van ez? Figyeld, itt is jó. Ide bejövök. Hallod, ezt ilyen fajon faszul fut. Várja, annyit megnézek, hogy ezt a blur effektet, ezt kapcsoljuk már ki, mert ez borzalmas. Van ez a... Nem mondjuk minden ultra pluszabb van, meg minden. Ez a blur effekt, ezt offoljuk ki. Mert ez egy őrület. Na, ez egy jó, hogy nincs. De ez a szar FPS, nem? Hát az szart. És érdekes, hogy itt ki meg nem. De ez, most ez mitől van? Srácok, valami, akad valamivel. Na mindegy, azért annyira nem rossz. De hát, hogyha jönnek, akkor vagy rossz lesz, mi? Jó, nem baj. Hol a motorom? A motorom, ja, a motoromat is felvettem Kénomba. Ja. Az lesz, hogyha nagyon elszabadul a pokol, akkor menekülés lesz. De ne felejtsük el, hogy ezt nyissuk bazza föl, mert különben harakiri lesz. Az nem lesz nekünk jó, hogyha kinyírjuk magunkat. Na, várja. Ez itt megvan, oké, rendben szedem magam, jó, aztán akkor jó lesz. Ja, nem tudom, mi az a FPS drop. Na, ami kellene nekünk, megeszem ezt, megeszem ezt is, ezt le van szarva. Nincs rá gond, és akkor rendet is rakunk. A nézőt azt viszont magamnál hagyom ezt a kettőt, hogyha javítani kell, akkor az jó jön, meg akkor legyen nálam blokk is. Torcsot, azt meg, nem tudom, azt szerves, szervetlen craftba berakjuk a torcsot. Hát jó sok követ vittem magammal. Jó, ezek legyen, nálam lehetnek. Viszont ez a lőszer, ez mehet ki a francba, és a 762-es lőszer az meg legyen nálam bőven, de ez ilyen tényleg nagyon sok. Ha nagyon elfajul a helyzet, akkor tudjam kezelni. Egyébként legszívesebben kint a utcán próbálkoznék meg vele, csak most meg még ráadásul el is van törve a lábam. Levegyünk még egyet a traderhez körülnézni, hát hogyha van nálam valamilyen felmes. Vigyük le akkor egy valakpénzt leviszek. Ezt még levehetünk egyet. Még nincs azzal gond. És majdnem megint leugrottam, hallod? Viszont ez annyira, akkora flash. Gyerekek, a sikító zombit. Az utolsó pillanatban, amikor
Horda lesz. Na, akkor. Egyébként jó lenne az a mód, hogyha lenne egy hatos, mi ez, drónom, akkor biztos beleraknék egy olyat, hogy gyógyítson. Na nem rossz. Jó, egy kicsit inventorizok. Jó, átomom valami értelmes cuccod. A gyűjtögető életmódot folytatunk. Ja, hát ezeket meg kéne venni, várja. Probably as a zombie since you didn't buy any armor. Jó. Nem bartelezünk. Trader Joel's is the one-stop shop for all your armor needs. Itt ez is jöhet, nem valami drága. Meg jöjjön ez is, gyerekek. Mindent is veszünk. Annyi pénzünk van igazából, milyen francnak izéljek, gyerekek. Mire spóroljak? Úgyse tudsz már olyan dolgot venni, amelyik olyan nagyon OP lenne. Úgyhogy ilyen napi használati dolgot is szerintem érdemes megvenni. Jó, még 12 percig izé el van törve a lábam, lehet, hogy egy kicsit nem kéne addig futni. Jó, bevásároltuk. Ja, mindig meg kell nézni gyerekek a tradert, aztán elkölteni a pénzt. Most a pénzzel amúgy is mit csinálsz? Tényleg mindig acélt, akármit, annál kevesebbet kell csinálni, hallod? Na jó az. Egyébként azt a rácsot lehet, hogy most acélra fel fogom húzni, azt a kettőt tudod, amelyik ott van előttem, mert akkor, ha azt ütik, akkor jó sokáig bírja. Sőt, azt úgy csináltam meg, hogy duplára raktam le. Az. Na. Jó, oké. Sőt, nem tudom, ha nem jönnek itt, akkor ezt lehet, hogy ezt lecsukva, vagy így hagyom. Viszont van nekünk most a célunk, meg még egy-két dolgot tudunk csinálni, próbáljuk meg nem futni, hogy ne törjön el a lábunk. Nem tudom, hogy hogy fog üzemelni ez a bázis. Ez a bázis még ugye egyáltalán nem szerepelt szerencsétlennyel. Jó, rakunk bele egy, meg rakok bele egy filtert is. Ez jó van, és akkor rendes víz jön bele, ugye. Annyi előnye van ennek. Na, akkor a célra upgrade-elünk egy-két olyan helyet, amelyik gyakorlatilag tényleg nagyon frekventált. Ó, itt nincsen felupgrade-elve betonra, figyeld. Oké. Okay. Érdekes, hogy itt erre nézek, akkor izé, akkor lak van. Nem értem, hogy miért. Na jó, oké, akkor ez már, ez fullos, ez full beton. Ugye, itt még akartunk, hogy ez legyen beton, meg itt a fölöttem legyen beton. Mert akkor mégis biztonságban érzem magam. És akkor ennek így, és akkor ez acél. Ez 10 és 20, így 20 ezer a durability-je, ugye? Ami szerintem egy egész kelleves. Mit akartam még megnézni? Milyen van még egy acélom? Más nagyon nem kell szerintem felupgrade-elni. Viszont az ajtókat, azokat megnézhetném, hogy nem. Nem tudom, mi kell hozzá? Ja, izővel tudod felupgrade-elni. Konkrétan még egy olyan ajtóval. De ugye az a baj azzal az ajtóval, hogy sokkal lassabban csukódik, nyílik. Szerintem ezzel nem lesz itt gond. Egyébként ilyen napelem panelt, az viszont lehet, hogy érdemesebb lenne venni, meg aksit. Mert akkor nem kell ugye generátorozni. Nincs nekem véletlen olyan szervetlen craftba? Nagyon nincsen, ugye? Van különben szenzorom, nem tudom mire jó.
Ja, hát ez hülyeség volt megvenni. Ebben motorok kellenek konkrétan. Viszont napelem cellát azt szoktam látni ezeknél a tradereknél. Jó, valamit megpróbálkozunk. Nem tudom, hogy miért van az, hogy... Miért van az? Hát most meg viszont egész babarám, egész kellemes. Jó, van 2600 lőszerünk. Itt ugye most tök jó rálátunk azokra. Ha kell, akkor tudunk is rájuk lőni. Viszont rohadt gyorsan fölérnek. Az én régi bázisomnál ott tök sokáig tartott, míg felértek. Ez nekem egy kicsit olyan fura, és ráadásul zavaró is, megmondom őszintén. Ott azt a lépcsőfokot, azt még jó lenne felupgrade-elni. Ja, csak nem látok már ott rá. És itt is beleütöttek, látod? Na. Azt akartam, egyébként pont azt a lépcsőfokot. Odáig meg már nem jutunk-e. Jó. Hogyha véletlenül az történik, hogy nem tudnak följönni, tehát valahol, bárhol megszakad a folytonossága ennek a folyamatnak, akkor onnan mi, nekünk menekülni kell mindenképp, és a baloldali ajtón fogunk kirohanni, és várjátok, a motorral ide fogok állni, komolyan. Ide fogok állni. Jó. Föl van tankolva minden, ugye? Kijövünk, és akkor mint az őrültek, arra vesszük az irányt. Hát bízunk benne, hogy itt nem akarnak följönni a zombik. Hogyha föl akarnak, akkor le kell zárnunk. Úgyhogy ezt így most... Ezt így ki kell tapasztalni, ugye? Ahol van zára, izé, trader. Itt ezek van nálunk teljesen lényegtelen. Jó, nincs semmi gond. Első teszt. Új bázis, első teszt. Ott egy kicsit fosok, hogy nehogy megszakadjon a folytonosság, de tök jó ki van világítva az egész. Ennek viszont örülünk. Igen. Ez itt full beton, itt is elég vastag. Megpróbálok, várjál, meg kéne javít. Baze, javítókészletünk az nem túl sok van, mi? Akkor egyelőre meg nem javítunk. 3 darab van, basszus. Ez jó kevés. Valahogy többre emlékeztem. Szerintem egyébként nagyon összetett ez a stegés struktúra, lehet, hogy azért droppolja az FPS-t. Majd pedig a másik megoldás, ugye, a menekülés szempontjából, az se lenne rossz, hogyha kijövök és leugrok. De ahhoz ugye le kellett volna vinni a botort. Ez érdekes lesz. Gyerekek, hogyha véletlen bejönnek, azt kell figyelni, hogy ott nem jönnek be. Mert akkor igen, akkor le kell zárni az ajtót és gyors megölni azokat, akik betörtek. De én bízom benne, hogy nem fognak bejönni. Úgyhogy... Indul a buli. Talán van nálam elég lőszer. Azon gondolkozok, lehet, hogy elrakom a sörétesünket is. És rakok már el pár sörétes ammót is. Semminél jobb. A 762-es ugye már nincs nálunk. Vagyis nincs több, amit magamhoz tudnék venni. Jó. Oké. Okay. Túl vagyunk terhelve egyen, annyi baj legyen. Majd az el fog múlni. Oké. Okay. Szuper. Gyere ide, drónocska. Gyere ide. Gyere ide. Várjál, meg akarom csinálni, hogy maradjon ott. Valahol, itt kö... Gyere ide. Gyere ide, drón, bazd meg. Oké, okay, maradj ott. Hát, talán jobb, nem. Nem, follow-ra állítom, nehogy az legyen, hogy mit tudom én. Úgy gyerekek, na most azt a hibátkozási var. Hogy talán nem ott fognak feljönni, hanem itt. Aha, jönnek ám mind a bolondok, baze. Na gyerekek,
Nézzük. Nemileg rálátni szépen, ott jönnek. Ott jönnek, mind a vonat. Ott jönnek, de jó, látjuk őket. Ugye látod, hogy a rendőr... Mit csinálsz? Ez most miért üti? Ez most mi a fasz csinál neked a gyerekek? Miért üti? Ó. Esett. Rendőr. Miért ütik? Miért ütik a bázist? Mondjátok már meg, most mi a pöcsön bajuk van ezeknek, meg mi? Följöttek eddig. És elkezdi ütni bázat. De jó helyen vagy te is, robot bazze. Figyeld. Ott is üti. Nem jön föl bazze, nem üti. Jönnek, meg annyira nincs baj, de... Nagyon nem merek lőni se, mert ugye ott... Igazából... Most saját bázisomat lövöm szét. Olyan helyeken kéne ugye kilőnöm például ott, ahol fut fel és... Mi a francot üti, bazd? Miért üti? Lehet, hogy ez sok neki az acél, és inkább jobb neki, hogy arra megy, úgyhogy lehet, hogy azt acélra fel kellene húznunk, gyerekek. Mert akkor lehet, hogy úgy gondolja, a hülye, hogy nem üti, hanem inkább oda jön, megpróbál oda jönni. Oda nézzé. Aha. Lehet, hogy ez volt a baj. Lehet, hogy ez volt a baj. Aha. Az volt a baj azzal, hogy ő jobb, úgy gondolta, hogy ott jobban ideér. Aha. Jó, megtörtént az esemény. Jó, megoldottuk. Megoldottuk. Ez volt a baj. Hogy ugye, ő mindig megpróbálja a legkönnyebb utat megtalálni hozzám, de ugye ez volt neki a legkönnyebb. Az volt neki a legkönnyebb, hogy ott kiás, beásik, mint hogy inkább eljön hozzám ide. Jó, azért jönnek szerintem, így random belütögetnek dolgokba, de jönnek. Na. Jó, működik. Működik, finomítani kellett. Több mint működik, nagyon kurva jó. Nagyon jó. Jó lesz, úgy látom, nem lesz semmi baj egyébként. Az a lényeg, hogy tarálni kell őket, és az volt ő nekik a gondolatuk, hogy ott szépen beássák magukat hozzám, és akkor az sokkal egyszerűbb lesz, mint hogy itt a rundon átjönnek, és akkor 20 ezeret próbálnak kiütni, de szépen jönnek föl, jó. Tök nagyon jó, hogy jönnek, mint az őrültek. Á, nagyon jó. Jó lesz az, gyerekek, jó, most már nem akarnak ütni. Hú, bazz, a rendőr. Szerintem a rendőr az leesett. Meg ugye nincsen neki ezeknek ugye most első-hátsó fala. Így gyakorlatilag tök könnyen lepogyognak ezek a szerencsétlenek. Hogy egymást is így lökörik le, vagy nem tudom. Na, jó működik a lépcső. Jó, hogy szóltatok. Nelly, azt hiszem, hogy Nelly szólt. Remélem, jól mondom a neved. Egyébként nincs olyan FPS drop, nem tudom az előbb mi volt. Az a baj, lehet, hogy ment hátul a kecskepornó. És az nem robban föl, bazze. Próbáltam jó magasra ütni, hogy a területi ne kapja el a izét. Ezzel egyből kéne váltani, ugye? Ott jön a rendőr, figyeld.
És ez a jó benne, ugye látod, hogy jön. És tud, föl tudsz köszönni rá. Ez rohadt jó. Há? Ez a bázis, ez megint egy ilyen végtelen ideig jó lesz. Annyi, hogy a robbantós köcsög, aki most jön. Robban! Az nem robban föl, már akkor már kombót, öcsém, pedig már villogott rajta, lehet, hogy fölrobbant lejjebb. De ez nagyon jó, tök jó, hogy futnak föl és látom őket, azért raktam oda oldalra. Hogyha középen állok, ugye innen jobbról üt, ez tök jó szerintem, viszont középen meg lelátok, érted? Látod? Így. Így pont így lelátok. Itt meg ugye innen ütök jobbról. Jön, de ugye jönnek ezek, nem üt. Ez annyira epik. Annyira epik, hogy ráváltasz. Oda néha elkezd ütni, szerintem egy kicsit rage-eldek néha. Így látod, hogy mi történik ott lent. Szépen fut föl. Ugye, hogyha már nem futtak föl, akkor van baj. Akkor menekülni kell, mert akkor elkezdik bontani majd. Csak nehogy berepüljön oda egy így... Beütöm. Ajtók be vannak téve. Egyébként lehet, hogy az ajtó már nincs betéve, ugye az is számít neki. Lehet, hogyha kinyitnám az ajtót, akkor inkább arra akarná elfúrni magát, mert ugye... Ő neki az útvonal az jobb lenne arra. Hát ez különben annyira smooth így. Meg még ráadásul látjuk is, hogy hogy jönnek. Ez is egy tök jó, mert ugye fel tudsz készülni. Távolság is tőlük pontosan jó, mert nem ütnek meg. Hát ez nagyon smooth így. Néha beleütögetnek, így megboldulok, de föl fogom upgrade-elni a célra, aztán akkor kész. No problémo. Hát ez gyerekek, az így nagyon jó, nem? Jó, hogy megoldottuk így futtába. Ha megnézzük teljes egészében, hogy mennyire amortizálták le, azért itt viszont majdnem befúrták magukat már az első órába. Egyébként így nem, figyeld, ott jön a dő, simán le tudnám szedni. De ugye nem szedem le, nem pazarlom a lőszert. Így egy kicsit egyszerűbb. Néha így megtébolyodnak, kerülik egymást ki. Hát hogyha kiütnek lépcsőfokot, akkor... Izélni kell. Akkor le kell menni innen. Ha néha meg össze-vissza be... Ugrálnak a hülyék, nemhogy fölmennének. Figyeljetek, nem jelennek meg itt, az azt jelenti, hogy... Hogy baj van. Ha nem jönnek... Nem jönnek most egy darabig, mi a fasz van? Ú, gyerekek, figyelj de... Ütik, bazza, de miért ütik? Miért ütik? Csúnya dolgokat lehet itt művelni így, kurva jó. Ezeken a lukakon így pont kilát. Mondjuk eddig is lehet, hogy ütötték ugye. A régi bázisomnál is, csak nem láttam. És nem idegesített. De majd meglátjuk, hogy mennyire verik. Az a baj, hogy dupla hosszú... ugye nekem most ez a... Haver, ne üsd! Megoldódott.
És meg se ütik ezt a rácsot. Render zombi. Meg volt Render. Ugye annyi, hogy most a Render zombi messzebbről rám lő. De ahogy észreveszem, nem nagyon talál el itt a rácson keresztül. Jó, szerintem eddig is ütötték őket, tényleg csak az volt a különbség, hogy nem láttam, az meg beremegett most. Beakadt. Ez levert egy pofont. Render zombi, figyeld. Bazen rendesen megakadni az eret. Mi történt? Nem szokott ez így megakadni. Baza rendesen megakad. Hoppá! Ne üsd! Írtöbb őket, ritkítöbb őket. Jó, viszont XP az lesz bőven. Ej, oda né! Szinte mind radi. Újjaj. Megöltem. Aha. Hogyha véletlen elkezd csipogni, vagy onnan meg kell ölni, mert különben itt most szétrobbantod volna mindent. De legalább izgalmas, tök jó, bírom. Figyeljetek, föl kell húzni a célra. Ezt akkor... azt csak nem verik szét. Hát. Meg figyelj, hogyha szét is verik, akkor meg kell egy második opció. Csizma benne maradt. Meg ugye két órás résznél, dupla hosszú a izé. Dupla hosszú a horda. Ne ezzel most hogy oldod meg? Erre voltam kíváncsi, hogy ez hova fog ugrani? Ja, mert ezek be tudnak ugrani, ugye ez egy blokkon át tud jönni. Ott üti bazza. Ott ütötte a perna. De egyébként megállnak egy, mit tudom, egy-két másodpercre, és akkor beütnek random blokkokba. Fel kéne upgrade-elni őket jól. És akkor lehet, hogy nem éreznék úgy, hogy azt kell nekik ütni. Lehet, hogy nem látnák hasznát. De mindenképp hozz lenne nekik a haszon, hogy ugye úgy jussanak el hozzám, hogy nagyon gyorsabb fölfutnak. Idegesítő egyébként, hogy ütik, de nem tudok ellene szerintem nagyon mit csinálni. Amúgy annyi lehetne, hogy dupla lépcsőt csinálok, és akkor kevesebb esély lenne rá, hogy szétcsapják. Úristen, de egyébként rengetegen jönnek. Annyi radi jön már. Figyelni kell ezt a lépcsőt. Nagyon nem látok rá egyébként. Ezt a sor blokkot szerintem ki fogom cserélni rácsra, hogy lelássak itt is valami. Jó, hát amíg jönnek, addig jó. Leesik. Render zombi. Azokat a lyukokon tök szépen ki lehet őket nyírni. Meg akkor nem is tudsz belelőni a saját lépcsődbe. És
És ez a hely, ez a pont, ahol most állok, ide kell egy céltáblát lefestenem majd, mert ide kell állni, ez a tökéletes pozíció. Mert ide le is látsz, oda néz, ott üti bazze. Mert itt nem érnek el. De én tökéletesen tudom ütni őket, és tökéletesen látom is, hogy mi történik. Annyi, hogy rácsot kell raknom magam alá. Na, te meg hogy kerültél oda? Az lehet, hogy nem túl jó, hogy nem 3x3-as lépcsőt csináltam, hanem 2x4-eset. Vagy nem 3x3-as volt az, hanem... De 3x3-as. Hanem máshogy oldottam meg a fordulókat. De ugye akarnának, akkor simán följönnek. Nem tudom, miért ugrálnak néha. Jó, belekeverednek a dolgokba, azt akkor ütnek. Na. Hát jó, XP az jön bőven, gyerekek, úgy látom. Meg amúgy léptünk egy szintet, ugye ezelőtt, de... Most ezt a Lucky Looter terültessük még? Már ennél jobb bizony lootunk már nem lesz a világon. Végén... Nem is akartam kipakolni a Lucky Looter-t, azt... Rápakoltunk egy csomót. Viszont... Ami még nekem tetszene, ugye, hogyha gyorsak lennénk, meg fürgék. Úgyhogy lehet, hogy inkább a izé attribútot fogom erőltetni. Ó, menjen vagytok gyerekek. Az előző bálisom az jobban összeszedte őket, jobban megfogta. Jó, még jönnek, addig nincsen baj, amíg jönnek. Ide kell állni. Az a lényeg, hogy itt pont kilássak mind a kettőre. Itt erre a pontra kell állni. Na, ez leesett, bazd meg. Valamelyikek csak itt simán leesnek. Megpróbálnak így hozzám eljutni, aztán nem nagyon jön össze nekik. Viszont ez jó ez a módszer, egy-két dolgot lehetne még finomítani rajta szerintem. De hogyha ki van húzva a célra az a rész, akkor szerintem annyira nem lesz vele gond. Konkrétan abban a sarokba lövöldözöm be őket, vagy ütögetem be őket, mint valami baseball labdákat. Meg ez nagyon tetszik, hogy ilyen nappali világosság van abban a lépcsőházban így. Ez kurva jó. De viszont megoldódott az FPS drop, nem tudom milyen szar volt ez. Lehet, hogy a gépem csinálta áttérve hülyeségeket. Ó, az igen! Bazzem, onnan alulról, hallod? Onnan alulról felugrott. Ez lol, ez nagy vicces volt. Ezt régebben mindig Pók zombinak mondták, meg volt... Volt egy, vagy az csak ilyen városi legenda volt, hogy tud mászni a falakon? De ez nem tud mászni, csak rohadt nagyokat ugrál, ugye? Még mindig jönnek, úgyhogy no probléma. Leellenőrizzük a végér, úgyhogy annyi... Annyival hosszabb lesz ez a rész. Hát sajnos néha leesnek, mielőtt megölném őket. Összekapjuk a lootot majd. Hát
ez a sok lőszer, ez lehet, hogy annyira nem volt indokolt. Na, leesett bazza, nem találom el. Az igen. Hogy lőjünk is egy-kettőt. Nagyon jó. Nagyon jó. Ja, arra gondoltam, amikor csináltam ugye gameplayen kívül azt a lépcsőházat. Mondom, nem azt csinálom, hogy így jöjjenek, hanem megpróbálom mindenképp azt, hogy velem szembe és nekem háttal. És hogy mondom, hogyha velem szembe jönnek, akkor tök jó lesz. Mert pont így végig rálátok, ahogy látod, ott jön föl. És akkor nagyon könnyen tudnám lőni őket, ha úgy van. És ez be is igazolódott. Az a nagy langalét a hülye, az mindig leesik. Atta, figyel. És ebből nem látok semmit sajnos. Mondom, nem igen jönnek, de látom, jönnek azért. Viszont az, hogy felupgrade-eltem Detorra, szerintem az egy jó ötlet volt. Még nem is biztos, hogy kibírja. Hülye rendőr ott volt. Jó. Kicsit izgulós, mert nagyon erős zombik jönnek. És emiatt ugye parázok, hogy szétverik. De egyébként nem rossz. Rengeteg nagyon kemény zombik jönnek most már. És már nagyon gagyik nem jönnek. Hát sima, szinte alig. Most számoljuk meg, hogy 10, vagy mondjuk 10-ből mennyi lesz a sima. 1-ből 1. Ez volt ugye. Ez a harmadik zombi, eddig csak egy volt 3-ból. Jaj, de jó egyébként, hogy a... Látjuk a rendőrt. Itt van még egy. Közben már vagy 8 fölött. Jó, 2 óra van vissza, itt már kibírjuk fél lábon is. Csajci! Hány zombit öltem meg addig a játékba, gyerekek? Nézzük már meg. Hol van az? 4309-et. Nagyon lol. Egyébként tudjátok, hogy mi lenne még egy nagyon jó megoldás szerintem? Hogyha a shotgunokat, vagy különböző toreteket úgy helyezné el az ember olyan helyekre, ahol akkor ölje meg őket csak, hogyha oda bejutnak, és az nem jó, hogy oda bejutnak, ha nagyon nem jó. Tehát mondjuk, amikor már az életedet veszélyeztetik. Tehát mondjuk ugye ide kívülre kirakni őket csomót, és akkor hogyha oda kimegyünk, és valami... Akkor már valószínűleg, hogy nem az XP farm lesz az elsődleges szempont, hanem az, hogy életben maradjunk. Na, ugye egy hülyeség lenne őket rakni, mert akkor lövöldöznének mindenhova, és XP-t veszítenénk, mert nem mi farmolnánk ugye a zombikat le. Na, te maci, az pontot kell lenned, baza.
Ott a katora. Meg hold. Csávó, ott volt. Futnak ám, mint a majmok. Fölfele. Jó, egyet-egyet beültnek, aztán mennek tovább, de nem tudom, ez hogy működik. Lehet, hogy ilyen nulla, lehet, hogy akármikor tönkre mehet valamelyik ilyen forduló. Ne kapaszkodj! Ez így ki vannak téve azért a... Ja, ezeket kiütöm, ezt a kettőt. És oda mindenképp rakok rácsot legközelebb, és akkor ott is látom, hogy mi van. Sőt, lehet, hogy egy üveglapot kéne raknom. Vagy, hát mondjuk jobb lenne, hogyha le tudnék lőni rajt. Gyerekek, mi szintet léptünk meg én? Aha. Megint szintet léptünk. Már kettő darab skill pontunk van. Jaj, azt mindig bántják ott a sarkot. Egyébként hányas szintűek vagyunk mi? Hát 74. Mennyi a maxin, basszus? Végtelen? Nekem egyébként az a rengeteg építkezés szerintem az nagyon húzott a szintjeimen. Az rengeteg XP-vel járt. Baby! Repülsz, gyere vissza vagy! Hány, mennyi múlva ér vissza? Nézzük a... Piros ruhás az kibírta, nem olyan sűrű jönnek, kíváncsi, hogy mikor ér vissza. A, jön egy fekete ruhás egyébként, de az nem ugyanaz lesz. Itt volt a fekete ruhás. Megnézzük az is mikor ér vissza, mert az se halt meg. Elvileg. A piros ruhás... Annak is jönnie kell vissza, ezek a motoros köcsögök azok ütnek csomószor. A piros ruhás néni pedig nem halt meg, hogy a francba. Úristen, mit izék csapkolódnak? Lehet, hogy a piros ruhás meghalt, a fekete ruhás most jön vissza. Ott jön a fekete ruhás. Az anyátok csáját üttök. Egyébként tényleg a motorosok. Szerintem 90% bazos. Itt van a fekete ruhás, az már nem jön vissza. Jó. De a következő... Következő hordára cél, hogy a cél legyen ez az egész bungaló, azon rész, ami frekventált helyeken van. Akkor meg van... Ó, ott egy izé, ott egy ilyen katonageci. Talán meghalt. Meg. Azt ki kell írni mindenképpen, mert különben robbanik, ugye? Ez elég bátor voltam, hogy úgy nyírtam ki. Eddig még egy se tudott felrobbani, ugye? Tök jó futnak fel, nem bírom egyébként. Ez tök jó ki van találva.
Annyi, hogy sajnos a radikat egy kalapácsot és nem tudom nagyon ütni. Rengeteg jön, tök durva. Ne kellett volna mérnem mennyit. Mennyit sikerült kinyírnom. Egy dologért izgalmas, hogy nehogy szétverjék a lépcsőházat. Ennyi az izgalom. Mert különben egyáltalán nem vagyunk veszélybe. Hát de általában kultúráltan jönnek, néha vannak, amikor megbolondnak a hülyék. Ott is például, ezek a buzi radik, nem tudom miért. Mitől van ez? Vagy ezt hogy lehet neki küszöbölni? Arrohadt anyátokat. Mindig be akarom tárazni ezt is. Jó, jöjjön a fehér ruhás unci. Ezt le kéne ejtetni, és akkor megnézzük, mennyiről tér vissza. Gyeres fehér ruhás unci. Nem esel le? Megöltem, bazeg, pedig direkt kicsit ütöttem rá. Meg nem fejre, hanem hasba vágtam. Kicsit a rendes vagyok, mi? Nagyon lelökik egymást, az vicces. Nem mondod, jönnek az enemik. Bázze. Nagyon full vagy. Hogy kigyullal és húzza maga utána a füstcsikot, bázze, mint egy rossz izé, TDI. Az igen. A Ember Woman bebugoltotta magát ide. És meg jobb neked így? Itt te nézed azt a rácsot, jó? Jó az a rács? Három óra, öt fel, három, mindjárt gyerekek. Megyünk mind a vonat lefele ám. Vagy lehet, hogy megvárjuk, hogy jöjjenek föl, aztán a vége is van a horda bordának. Megnézzük, hogy hogy teljesített a lépcsőház. Ha nem vagyok vele teljesen tisztában, hogy... Az a baj, így én is lövök szét mindent. Amúgy szerintem a Molotov koktél még egy hasznos dolog lenne itt. Mivel ugye a Molotov koktél, ha minden igaz, akkor ugye az nem izel, az nem sebez blokkot. Ezeket meg akarom ölni, ne jöjjenek ma újra. Ne jöjjenek újra. Kinyitott még a trader is ma. Jó. Szerintem megnyertük a tutit. Körülnézünk nagyon gyorsan, jó? Jóó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 
átraktam billentyűre az előbb, amikor tolatgatta. Na, itt egy hülye gyerek leesett. Az igen. Te ilyen trükkös gyerek vagy, vi? Oké, okay, megtörtént az esemény. Lootot össze kéne szedni, csak akkor valahova ki kéne pakolnom a mostanimat. Mert neki dolgok. Szóper! Szóper! Hát nem erőltette túl magát. Loot úgy be a játék. Jó, van semminél jobb.
Nem igaz, gyerekek. Na nézzük, erre kíváncsi vagyok, hogy mi történt. Érdekes, hogy ezt egyáltalán nem ütötték, figyeld ma. Ez tök durva. Egyáltalán nem ütötték. Itt, hát nem tudom, hogy ez miért kezdi elütni. Nézzük. 4800. Itt a sa, itt mindig ezt figyeld, amikor egy gyerke for. 800 maradt. Aha, mindig, amikor így el akar fordulni, nem tud fölmenni a barom. És így elkezdi ütni, hallod? És így felére leverték. Nem mindig, ugye? Hanem gondol egyet, akkor oda belebaszkod egyet, azt megy tovább, vagy nem tudom ezt, hogy van. Aha. És itt már, itt legkevésbé. Érdekes. Érdekes, nagyon érdekes. Hát itt az a baj, hogy én is lőttem már mindent. Úgyhogy ezeket lehet, hogy én okoztam. Ja, viszont 10.000 blokk durabilitánál már egy kicsit kellemesebb lenne szerintem a szituáció. Ugye? Úgyhogy azt fogjuk csinálni, hogy föl fogjuk húzni. Jó van, gyerekek, igazából nem volt ez annyira rossz szerintem. Jó működik a base, meg amúgy jól is néz ki legalább. Ide várja már akkor. Innen leverték a izét fákját, vagy még nem raktam? Ne, kiraktam. Ja. Na figyelj, föl kell húzni az egészet beton, betire. Aztán hadd menjen, meg itt az alsókat is betonra legalább, vagy acélra. Mert ugye ezeket tudják ütni. Úgyhogy ez itt. Azt kell csinálni, ez full beton, lépcsőt full acél. Ezek meg full acél, mind a négy pillér, meg itt is az alja full acél, amit elérnek. És akkor igazából, hogyha el is, hogyha valami tönkre is megy az egész szituációba, akkor csinálunk egy B-tervet, egy menekülést, és akkor hát konkrétan ilyen bolond biztos lesz az a base. Nem kell vele, nem kell aggódni, hogy itt bármi történik. Megnézzük, hogy mi van a tradernél, azt elbúcsúzom, nem akarom húzni az időt. Esküszöm, srácok. Jó szerepelt, nem volt ez rossz. Nem az igazi. Oké, ezt ma veszi is meg a Keeper, meg a Skullcrusher. Hát nem nagyon van rá szükség, úgyhogy nem veszük meg. Oké. Itt viszont körülnézek, mert itt mindig találunk valami érdekes dolgokat. Hol van a... Igen, semmi baj nincsen, csak itt a hadizeljek, üzleteljek vele. Jó? Apa üzletel itt egyet most. Jól sem megnézem. Ja, látom, hogy ez körülbelül semmi. Ugye 400 darab cobblestone-t megveszek 100 pénzért. Ilyeneket lehet, hogy érdemes lenne. Mi a napelem? Valami szám, vagy mi a napelem? Ilyen elektronos dolgok, azok jó lennének. De ilyen napelemet valahol szoktam látni, és most azzal nem látok egy darabot se. Meg motor, az is miért nincsen be azzal? Mi ez? Plastik, nincsen. Iron, ez érdekes. Hogy a cuccok azok nem úgy kerülnek vissza, mint... Nem nyitáskor lesz új, hanem valamikor, nem tudom, így egy idő múlva lesznek új dolgok csak. Ez mondjuk nem a legjobb, de hát ez van. Jó, viszont ezt rohadt lazán megúsztuk, ezért van vagy két skill pontunk. Meg akartam nézni itt ezt az attribútort, hogy ebbe mit lehetne érdemeset rakni. Ugye például a running gun az rohadt jó dolog, meg a íze is jó dolog, a parkour is jó, nagyon rohadt jó dolog. Meg még ráadásul, mi volt még itt? Itt más nagyon nem. Viszont ennél, amit már ugye megtanultunk, itt meg ami érdemes lehet, az ez. Ez a penetration-es dolog.
az armor redukálását, de nem tudom, hogy mennyire van ezeknek a zombiknak armorjuk, lehet, hogy csak a katonáknak. Itt meg ugye gyakorlatilag, hát ezeket nem akarom kiúzni, ezt sem akarom kiúzni, ez fullon van, ez kellett és fullon is van, ezek nem kellenek, úgyhogy ez halál, semmi. Ez nem kell, ez fullon van, ami kellett, ez nem kell. Lightning Hands az mihez adja? Rolling Strikes, ez mi ez? Ja, ez mi ez? Punching, ütés. De milyen punching, milyen ütés ez? Ez az ilyen fofoszkodás, hogy mire gondol? Szerintem arra egyébként. Ez nem érdekes, ez full nem érdekes, ez tök jó, mert megvan, ez nem érdekes, ez meg tök jó, mert megvan. Úgyhogy az agility-nél a parkörre tök jó lenne pakolni, meg a run-and-gun-ra, hogy még gyorsabban tudjak futkorászni, meg lőni. De viszont az agility skill amúgy se egy utolsó, valamint attribútor, amúgy se egy utolsó dolog. Szerintem az agility-re dobunk egyet, és akkor mondjuk rakunk a parkörre, az izékel 4-es szint, a run-and-gun-ra is. Ja, hát az agility-t akkor ki kell húzni. Skyhands-nél ennél van valami? Vagy intellect-nél? Az a quest-nél kapunk jobb rewardot. Viszont ezt lehet, hogy egy idő után érdemes lenne, nem? Ja, nem. Lockpicking, az se egy hülyeség. Meg ugye bartering is tök jó. De hát nem létszükséglet. Ez se rossz. Jó, figyeljetek, agility-t kihúzzuk, nekem kéne még a run gun, meg kellene még a parkour, ezeket így élném, úgyhogy agility-re pakolunk. Ugye ez is jó lenne, a Lucky Looternek a nyíl szintje, csak az a baj, hogy azt nem, 4-hetesen kapjuk meg. Az nem olyan veszélyes. Csak itt már két pont kell, hogy növeld. Jó, agility-re rakunk, jó? A parkört, meg a run-and-gun-t húzzuk, jó? Oké, ez lesz gyerekek. És akkor most már elvileg majd fogunk tudni rakni. Ja nem, agility 4-es, és ez meg is van, nem? Nem, nincs, az meg még egy kell a... Jaj, basz, komolyan mondom. És itt is 4-es, jó, még kell rá pakolnom. Ejj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 
És nem volt semmilyen. Tudjátok, mit tanácsolnék én, hogy mit csináljunk? Lehet, hogy kellene egy olyat csinálni, hogy elvennék haza, elhozni a pocokat, tudjátok, azokat a... Elmenni ide, és akkor utána még elmenni haza, onnan elhoztam a maradék kacatobat, mert azért vannak, meg egyébként... Ja, itt a Trader Rekt, és igen, tényleg kettő Trader Rekt van. Érdekes. Meg a Trader Gen. Gyakorlatilag így egy vonalba mindent tudnánk érteni, egy ilyen hatalmas bevásárló túra hasznos dolgoknak. Gyerekek, az tök jó lenne, én ezt tök élném, nem? Ebben van valami? Fölmegyünk izébe, mociba. Azt így mi? Tényleg az összeset érinteni. Akkor vennénk motort, vennénk kerekeket. Meg azt hiszem, hogy kerekek azok pont maradtak, és akkor meg tudnánk csinálni a nagy motort. Tudjátok, a régi bázisoknál. Úgyhogy azt lehet, hogy ezt kéne csinálni, egy ilyen hatalmas nagy túrát megszervezni. Úgyhogy az lesz, gyerekek. Oké? Egy nagy kiruccanás lesz. Semmi küldetés, hanem tényleg egy ilyen összes trader, ami van a környéken. Azt hiszem, hogy az, úgy beejthetnénk négyet kapásban ezen kívül, ami itt van. És akkor a jó itemeket, azokat mindet megvenni tőlük. Nem is tudom, mennyi pénzünk van.
24 ezer, ennyi az összes pénzünk, mondjuk az, az nem egy olyan erős. De viszont ezt a rengeteg 9mm-es lőszert, meg ezeket a szarokat, ezeket eladhatnám, mert ez kurva sok pénz. Várja. Pillanat, srácok, pillanat. Fölkészülünk az indulásra, srácok, jó? Egy pillantás. Jaj, ne. Sikító zombi. Halál komolyan. Sikítő zombi volt. Tuti. Hallottam, hogy nyerített. Nem értem. Na mindegy. Nem tudom, mi volt, vagy mi, hogy lehetett ez. De ez tuti, hogy egy sikító zombi volt. Igazából arra gondoltam, hogy minél jobban kiürítjük ezt a mockót. Oké. Okay. Sörétes álmo 762-es, még lőszert sem nagyon viszünk magunkkal. Szervetlen craft, gyors. Alkatrész, szóval volt alkatrész. És akkor a fa. És akkor körülbelül tök jó ki vagyunk pucolva, meg itt van esetleg vas, ez is. Akkor itt, mi a fasz, már megint az. Alkatrész. Jó! Oké, és azt kéne csinálunk, figyeljetek ezt a 95-ös és egyéb lőszert. Ez mennyi? Ez is 340, bazza. Ezt a trapot én nem akarom használni. Ezeket mind baze, várjál. Mindet el kéne adni. De melyik ér többet? 600? Ez 540, úgyhogy akkor adjuk el ezt. Ez valami magnum lőszer, ugye? Várjál. Ezt mind eladom. Gyerekek, remélem, hogy megveszi mindet, mert akkor itt milliárdosok leszünk, basszus. És akkor elvegyünk üzletelni messzi tájra. Azért nem veszem fel mind, mert ezeket meg akarom hagyni, ebből tudok ugye akár másik fajtát. Ezt is eladom, ezt sem használom. Jó, amiket nem használjuk, azokat adjuk el. És akkor húzhatok a francba le. Pedig esküvetségidő zombi hallottam. Aztán lehet, hogy nem. Pedig azt hallottam, nem értem. Jó, fölveszük a napszemüvegünket. Lehet, hogy kéne venni ilyen barteres izét ennyinével. Volt olyan pipa az más. Itt láttam olyat. És nem ez volt, és basze! XP, a cool. Hallod, és nincsen itt. Ez tök durva. Nincs itt a izai barteres pia, pedig volt itt ezelőtt. Na jó, van, mindegy, üzletelőn.
Tesom, most baze, akkor a vízlészbe leszünk. Nem akarja megvenni? Nem érdekli. Nem érdekli, nem veszi meg. Nem vesz meg többet. Úgyhogy, de kár, ha túl sokat akarsz eladni neki valamilyen termékből, akkor leszarja. Konkrétan, de mindegy. Azt fogjuk csinálni, hogy akkor lehet, hogy magunkkal viszünk valamennyit, és akkor eladjuk másiknak. Három pakkot vesz meg, azt Isten áldjon. Azért ez eléggé köcsökség, nem? Másunk nincsen, amit eladhatnánk, neki nincsen, de jó, hát ez akkor baromi aranyos, nem? Ez akkor nagy cigányság, de viszont mennyi pénzünk lett? Azért lesz lóvénk. Ugye? 30 ezer pénzünk van, figyelj, azzal azért elboldogulnánk. Abban már azért tudnánk venni egy-két dolgot. Egy chemical station azért nem árt oda. Jó, ezt fölviszem, és akkor az lesz, gyerekek, el fogunk indulni egy körútra. Meglátogatjuk az összes tradert. Meglátogatjuk az összes tradert, meg elhozzuk az én bázisomról a cuccokat. Elhozzuk a poccokat, meg mindenfélét, a izéket, a kollektöröket. Mert most már biztos vagyok benne, hogy oda nem fogunk visszamenni, mert átlátjátok, hogy azért elég jól vagyunk. Ide bele kéne rakni az üzemanyagot. Meg lehet, hogy nem tudom, van, lehet, hogy nincsen már üzemanyagom. Ja, már nincs is baza, úgyhogy az érdekes lesz. Üzemanyagot kell venni majd. Figyelj, akkor igazából három pakkot tudsz eladni mindenből. Ugye úgy volt. Tehát akkor vigyünk 1-2-3 ilyet. 1-2-3 ilyet. Meg akkor üszünk kettő ilyet. És azt hiszem, hogy többet már nem fogsz tudni eladni. Ja, de még egy tradernél igen. Tehát akkor 1-2-3, viszünk megint 3-at, megint 3-at, meg megint 2-t, meg megint 3-at, meg megint 3-at. És akkor itt ezeket minden tradernél el fogom tudni adni. Talán, elvileg, ugye? Jól gondolkozik a keeper? Mondjátok, hogy jó. És az eladó cuccoknál esetleg van olyan, ez a pénz, ez mennyit ér? Ezt a pénzt viszont eladjuk, még azt mindenképp. Meg eladjuk ezt. Meg eladjuk ezt. Meg viszünk kalapácsot, ezt is eladjuk. Meg ezt el fogjuk adni, és az orvosi cuccoktól is megszabadunk kettő. Ezt meg nem visszük. Oké, jó vagyunk. A vépőmben nincsen olyan, ami egyébként nem kell nekem? Hát ezeket is eladhatnánk, de nem olyan nagy pénz. Ezeket meg megtartjuk egyelőre. Oké. Jó, gyerekek, akkor ez így fogunk elindulni, és indulunk is konkrétan. A következő rész a elején már menni is fogunk. Arról fog szólni, hogy az összes tradert meglátogatjuk, meg még ráadásul. Itt is van még egy pár lőszer. Meg még ráadásul az utcainkat össze fogjuk szedni. Szerintem az így elég jó lesz. Megyünk, ígyunk. És akkor csinálunk egy útvonaltervet majd. Ugye a legelső, legközelebbi az nem más, mint Trader Rect. Itt van a Trader Rectünk. És van mellette még egy Trader Rect. Sőt, akkor lehet, hogy azt úgy kellene megoldani, hogy először ez a Trader Rect. Ugye? És utána ez a Trader Rect. Nem, ez a Trader Rect lesz először. Utána az a Trader Rect, onnan Jenny, és onnan a bázisunk. De viszont érdemes lenne, az a baj, viszont ez meg már rohadt messze van, Trader Huckhoz elmenni. És Trader Hucktól viszont így átlóba elég hamar átérnénk ide. Úgyhogy ez így jó lenne. Akkor meglátogatunk 1, 2, 3, 4,
5 darab trédert. A izen kívül, az itteni tréderen kívül gyerekek. Az, szerintem az ugye elég epik lenne. És akkor ugye ide tudnánk mindent hozni, lenne mindenem is. Meg el tudnánk adni dolgokat, meg megnézzük, hogy miket tudunk venni. Na jól van gyerekek, ennyi lett volna akkor ez a rész. Tök jó, lesz, tök jó szerepelt a bázis, minden szuperul működött. Köszönöm szépen egyébként a figyelmet. Írjatok nyugodtan tippeket, ötleteket, hogy mit tudnánk még megvalósítani, de szerintem tök frankó. Nagyon jó haladunk. Ezt, ja, ezt jó lenne egyébként full betonra kihúzni, majd egyszer csinálunk egy olyat, hogy elmegyünk bányászni is. Na, köszi szépen a figyelmet, sziasztok!